rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. Az első és egyetlen Morning Show. Garantáltan a legklasszabb dolog az éterben. 6 óra után vagyunk, 12 perccel. És egy új szignál után itt vagyunk élőben. Jó reggelt! Hello Feri, hello! Hello, hello mindenkinek, drága hallgatók, készüljetek, köd van, ónos eső van. Hideg igazából annyira nincs, mint a múlt héten. Még ilyen pluszokat is tudtam mérni, de az idő az ótvar, úgyhogy hát mindenki készüljön. Ótvar? Ótvar, ez az, hogy jött eszembe. Január. Január van, ködös, latyakos, nagyon-nagyon rossz igen, idő. Igen, és ráadásul most a hétközben, illetve a hétvége felé már ilyen 10-11 fokokat is mondanak napközben. Azért az elég erős, mondjuk egy héten belül megint ilyen kis 20 fokos, igen, egy kis 20 fokos hőmérséklet ingadozás. Ez kemény. Úgyhogy nem fenyegetésképpen mondom meg, nyilván nem kár öröm, ráadásul nálunk a családban szintén vannak olyanok, akik mondjuk az ilyen frontokat elég nehezen élik át, vészelik túl, csak mondom, hogy azért erre lehet számítani, hogy lesznek itt ilyen kis fejfájások. Bizony, viszont negyed hatig világos van. Az jó. Úgyhogy jó volt, már a tegnap is egészen jó, megyünk bele a tavaszba, úgyhogy ez most már tényleg nem tart sokáig. Így van. Nem lehet, tart sokáig. Ezzel a kis havacskával búcsúzott el a tél most. De remélem. Elég is volt egyébként, szóval volt hó is, elég van, volt. Most, ugye? Én is azt gondolom, most már úgy jöhetne. Pont finom volt. Na most már aztán. Na most már azért, hogy kezd elég lenni. Húha, Gabrinkával nagy baj van, gyerekek. Hétvégén minden bűnömet jóvá tettem. Igen, csak nem szóltál, tudod? Nem, tehát, nem. Hogy aranyos vagy, igen. Gyerekek, azt hallgattuk, ezt hagyd meséljük el nektek, kulisszatitok, kettős pont. Néhány perccel a szignál előtt kicsit furcsáltam is, hogy megérkezett Balázs, mert ő mindig akkor szokott beesni, amikor már szól a szignál, de már tudom, mi volt az oka, ez, hogy így ezt az orrunk alá dörgölje, hogy bár gyerekek, az elmúlt hetet buktával zártátok, a Rákóczi megint bedölt egy szolidabb összeggel, ami játékpénz természetesen, de ő hétvégén rohadt sokat keresett. Igen, mindent visszahozott. Ezt vele hazafele menet, bíztam a szakértelmében, és gondoltam, hogy mi? Az a baj, hogy félreértitek. Tehát én mindig csak opciókat mondok, de tényleg, hát de azért ez tenisz. De most miért nem mondtál? Hajnalban tettem meg azt, hogy várt ki a végét, az hogy lett félreértett. Hát figyelj, én mindig azt mondom, ki az esélyesebb. Tehát ezért tenisz a Deniz a Raonic, ugye nem, a Csillics ugye esélyesebb volt, mint ez a Bautista, sajnos kikapott. Én megtettem Nishikorit, és megtettem Berdichet is, és ezzel Congát, a kettővel, Congát nem, Nishikori, Berdich, és ezzel a kettővel vissza is jött egy kicsit, mi? Meg még a csajoknál is kavartam valamit. Úgyhogy vissza. Elég, de két dolog most, hogy kapcsolódik egymáshoz. Ja, az is igaz. Ugye visszahoztam. Visszahoztam. Nem tettél Wawrinkára. Nyugtass meg. Még nem tudom. Jaj. Akkor bajba vagy. Hát igen, ez kiesett Wawrinka. Elment. Innen már nem lehet visszajönni. Na, mindenkinek jó volt a hétvége, rendben volt. Isteni volt, jó volt. Gyerekek, Velencei Tóra mindenki, az egyetlen szabad vízfelület, ahol lehet hivatalosan, vagy hát nem tudom, lehet, hogy van egy pár. Figyelj, nem hiszed el, tömegek a Velencei hivatalosan tó. Nem fejezted be a mondatot? Hivatalosan korcsolyázni. Igen, jó, akkor mondom még egyszer, és húzd el a kettővel, kettő vonallal, hivatalosan, és felkiáltolja a végére. Kettő van talán az országban, ez az egyik, tehát máshol nem ennyiel jégre, csak ahol hivatalosan megengedik. Már a Balatonnál ugye volt beszakadás megint, tehát hogy nem lehet fölmenni. Fia, a Velencei tó viszont tükörsíma, kilométereken keresztül mész, besírsz, olyan a buli, mindenhol emberek, egyszerűen megőrülsz, vannak, azt hiszem kájtnak hívják ezt az kájtosok, igen. Az most már úgy csinálja, hogy korcsolyával, síléccel, vagy magával a kájt deszkával áll a jégen, és húzatja magát, és megy ezerrel. Ne! Óriási, már van, aki tud ugrani is vele, nagyon jó, de marad az, hát föl az, igen, az magát a széllel, és akkor vissza olyat már láttam. De tudják jégen is csinálni, én se láttam, Jézus. Igen, de nagyon jó, teljes védőfelszerelés, és Corin viszont, gyerekek, 5000 ember, de mindenütt, most azt hiszem meg Agárdon is megnyitották, mi ugye Velencén voltunk ott a korzó előtt. Corin vitaminon is marha jó hangulat van, és mindenki imádja, úgyhogy most még azt hiszem ma meg holnap lehet menni, már szerdától felmelegedés van, akinek van egy pici ideje, menjen, mert a világ legjobb dolga. Én nem is tudom, én nagyon gyerekkoromban mentem utoljára így nyílt vízen, és utána csak a műjégpályára jártunk ki a srácokkal.
szóval figyelj, nem hiszed el, hogy mekkora élmény, hogy amire nyáron úszol, annak a tetején most mész, srácok keresik a halakat, mondom, gyerekem, be van fagyva. Ezek feküdtek a itó jegén, és így néztek lefelé az összes gyerek, akivel voltunk. Aztán ment a korcsolyázás, fia, a legnagyobb buli a világon. Úgyhogy nekünk nagyon-nagyon jó hétvége volt. Jó van. Szuper. Akkor jó. Tényleg, akkor jó. Tényleg, de csak ott menjetek rá, ahol lehet. Tehát az összes többi helyen tíz van. Nagyon fontos, nagyon fontos. Itt olyan mondom, Balatonnál is volt a hétvégén egy beszakadás, valaki nagyon eltávolodott a parttól, tehát nem lehet rámenni. Aztán az volt a szerencsé, hogy volt nála mobiltelefon, és tudott riasztani valakit a parton, és úgy ment. És mentett, és az is beszakadt. Ja. És aztán az is beszakadt, és az is beszakadt, és aztán láncreakcióba beszakadt mindenki. Én nem értem, miért mennek fel, nem lehet fölvenni, mert még jó, hogy déli parton beszakadsz, azért az túlélet. Tehát az a bokáig érő víz azért olyan nagy baj nincs, az északi part az melegebb. A délin beszakadsz, akkor bokimászol. A egyszerűen mondjuk igen, ilyen bányatavon, meg ilyeneken, ha valaki esetleg arra rám vagy, ott pikpak mélyül. Szörnyű, hát egy kis kb. Fél perc, amíg információt szerzel. Ráadásul mondom, nála volt telefon is, tehát hogy meg is tudta volna nézni az információkat ezzel a dologgal kapcsolatban. Tehát minek felesleges életveszélynek kitenni magad? Hát úgy nincs benne, hogy ő kemény csávó. Aha. Igen, annyi tényleg nincs benne. Ja. Annyi egyébként nincs, igen. Hát majd a Hammerrel mennek rá, meg nem tudom mivel. Az lesz a szép. Azt megtanulták szerintem. Azt megtanulták egy életre. Ide még nem volt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mikor. Mikor lesz. Már az, hogy autó, azt hallott, hogy autóval beszakadt ja, valaki. Nem. Szerintem már nem megy rá senki. Azt megtanulták? Hát reméljük. Mi volt? Hammer mentett Hammert? Igen, az, igen az. De beszakadt mind igen. A kettő. Igen. Át akartak menni bulizni, és ugye hát egyszerűbb keresztben átszaladni, mint ugye körbe menni a Balcsin, és amikor az első beszakadt, akkor a Samet fölhívták, igen. Hogy nyilván van egy a Hammerös, vagy van egy Hammerös ismerősöd. Hát persze, ugye? Ez a márka hűség. Márka hűség, igen, a márka barátság, és valószínűleg csak azért nem ment oda egy harmadik Hammerös, mert előbb ért oda az a mentőautó, ami ezt neki húzta, mert egyébként nyilván úton voltak az ország különböző pontjaira a Hammerösök, hogy ők is beszálljanak a taliban. Úgyhogy így jártak. Én tegnap Szentendrén jártam, gyerekek, ott is annyira szép minden, havas, gyönyörű, még nem érte el az átázás, meg az olvadás, meg minden, ami már a fővárosban van, és kicsit kimész a városból, akkor nagyon, nagyon szép dolgokat látni. Jó volt, teniszeztem is, úgyhogy sportoltam is, minden volt. Nyertél? Egy komolyabb készpénzt összegre sikerült. De jó. Sikerült elhozni. Egy nagyobb tétel, valaki kihívott, és ott maradt. Arcoskodott aztán. Ja. Ott hát, ez sem megérte magát érted. Megérte magát. Igen, nem értem, hogy miért kátszik. De ez egy felnőtt ember, nem rá. Felnőtt ember, hát most itt bockodik, érted, másnak egy havi keresete, hát most én nem értem, mondtam, hogy szerintem nem jó ennyi bejátszani, de elfogadtam a kívást, természetesen azt elvettem a lomét. Így van, felezzük le, mert csúnya vége lesz. De mégiscsak van családod, érted. Nagyon jó. Gondoskodott, számlát kell fizetni, most miért csinálod ezt? Két és fél órán keresztül gyűrtük egymással, lépni nem tudtam. Olyan izomlázamban megőrültem, érted? Egy sírnak, vették volna nekik ajándékot, nem akartad, hát így most rácsesztél. Bali ment és elvette. Úgyhogy jó kis hétvége volt. Egyébként más nem nagyon történt, gyerekek. Hát gyönyörű sportsikerek vannak, azt azért mondjuk jaj, hát el, persze, sporthírekbe leszhető. Tényleg, EB-n a lányok, fontos. Gyerekek. EB, és ami talán még ennél is fontosabb, ha lehet ezt mondani, mert az EB győzelme az önmagában az fantasztikus dolog, de az, hogy ezzel megvan a riói kóta is, az talán még nagyobb siker, mert ott most már tényleg egy ilyen nyugodtabb készülődős időszak következik be, mert nincsen sok ugye az olimpiáig. Augusztusban berobban, ugye, és hát akkor addig legalább nyugodtan tud majd készülődni a válogatott, és már nem kell mindenféle kvalifikációs versenyek miatt izgulni, amit a férfi válogatott sajnos nem mondhat el magára. Nekik nem sikerült, ugye? Harmadikok, negyedikek? Harmadikok. Harmadikok? És igen, ez egy nagyon szép bronzmeccs. És az semmi? Hát, egy nagyon szép bronzérem, de nem bejutás olimpiára. Nem bejutás. Nem. Tehát akkor még majd lesz pótselejtező, vagy pótválogató? Lesznek még ilyen kvalifikációs. Ráúszás? Igen. Ráúsznak majd még az olimpiára? Középkezés feldobás. Hát de ilyen nehéz bejutni erre a rohadt olimpiára, ki lesz ott? Ha soha senki nem jut be. Minden egy csapat jut további világverseny, ki lesz ott? Hárman lesznek érte. Annyi világverseny nincs az évben, nem? De most komolyan mondom, hát ki lesz ott? Hát ott 10-15 hát csapat van. Azok hogy jutnak ki az olimpiára, ha mindenki csak egy csapat juthat ki, aki megnyer mondjuk egy EB-t, akkor utána még egy VB-t kell nyerni? Sok ilyen válogató van előre, és akkor szépen össze tudod rakni a csapatokat. Nem néztem egyáltalán vízilabdát, nem drukkoltam nekik, meg láttam, hogy játszanak, de nem köt le úgy, hogy csak olvastam. Ja. Olvastam a jó híreket, hogy megnyertük. Ez mindenféleképpen szép eredmény. Gyorsan egy-két SMS-t, nézzük, mit érnek a hallgatóink. Azt mondja, hogy
Duna sziget környékén az utak nagyon csúsznak, mindenki vigyázzon. Teli hold van, miért nem tudok aludni, Balázs? Te mindent tudsz, Kazi kérdezte. Engedd le a redőnyt, Kazi. Egyébként ez segít. Figyeljünk, Bali, Babrinka szett és break hátrány. Figyelünk, figyelünk. Ha megtetted, vond vissza. Ha nem tetted, tudod, meg. Igen. Sajnos. Menj most az otca Raonicsnak, azt kéne megtenni. Most már biztos nagyon kevés. Megnézzük. Biztos nagyon kevés. Azt mondja, hogy 55-ös úton pörbe jön Trafipax, ezt Puder küldte nekünk. Aztán jól érzem, hogy rohadt egy hétfő, ezt kérdezi B. Morgan. Meglátjuk, meglátjuk. Az egyébként rohadt meglátjuk. Egy hétfő. Igen. Hoztam nektek házi almáspitét. Ne csináld már. A bérsütésből. Tényleg? De hát figyeljetek, nem sok, mert reggel ott halkal, hogy a gyerekek ne ébredjenek föl, egy kis celufólia, vagy alufóliába téptem, raktam, celufóliába, igen. De megkóstolhatjátok. Alufámba. Tudom, hogy neked szerda délig megvan a napi ütem tervet, hogy mit teszed, neked ez nem szól. Megúsztáljuk azért. De a többieknek nagyon szívesen. Többieknek nagyon szívesen. Akinek nincs betáblázva az első egy hét, hogy napi négyszer. Mikor van a süti? Kóstoljátok meg, a néni nem gyenge, szerintem. Ha valaki esetleg nem hallott azt a megszólalást, Balázs bérsüttet egy nagyon kedves hölgyel, aki fantasztikus almás pitében, és tessi szára csinálja neki a süteményeket, és akkor ennek kapcsán ugye kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha lenne ugye egy néni alkalmazás, aminek a segítségével... Mamaradar. Igen, mamaradar, aminek a segítségével be tudod lőni, hogy a környéken milyen idős hölgyek, milyen bedolgozásra hajlandóak egy kisebb készpénzösszegért, és hát én egyébként továbbra is bízom benne, hogy valaki majd ebben fantáziát lát, és egy ilyen szoftverfejlesztő cég rá. Hát a hasonlók már vannak. De jó lenne. Írtak amúgy hallgatók. Na, mint a mamá lesütött két tepsit, úgyhogy hoztam. Aha. Hoztam nektek, kóstoljátok meg. Egészen tehetséges a mama. Igen? Jó csinál. Tehetséges. Összekapta magát az elmúlt 60 évben. Egészen ügyes. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, jó? Mindenki nézze meg, vagy hallgassa meg. Mi történt velünk? Nem tegnap, pénteken. Mit tettünk meg? Azt hittem, hogy... Ja, hogy azt hittem, hogy így van. Egy kamion ugye beszorult a gyorsforgalmi alá, egészen pontosan alá, hanem ugye hova? Segítsetek. Hát előtte van egy ilyen kis kapu ami megakadályozza azt, hogy a túlméretes járművek felmenjenek. Ez nem tartotta vissza a sofőrünket attól, hogy megpróbálja mégis feljutni az autópályára. De nem sikerült. Nem sikerült, így van. És azon mondatokkal foglalkoztunk, illetve esetekkel, ami úgy indult hallgatóink életében, hogy azt hittem, hogy ugye azt hittem, hogy át tudom ugrani, hogy elérem, hogy fel tudok rámászni, hogy visszaadja a kölcsönt, hogy jó fej, vagy hogy képes vagyok rá. Hát nagyon sok ilyen mondatot kaptunk, úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk pénteken, aztán jövünk vissza. Nyilván mindenkivel megtörtént már az életében, hogy valamiről azt hitte, hogy ismerek valakit, nagyon jól ismerem, ez is velem történt meg, hogy például egy nagy csatára került sor, a Surrano versus dupla rugós Slavia 630-as légpuska. És ott mit hittél? Vagy ők mit hittek? Vagy mi történt? Az illető, vagyis én azt hittem, hogy a Surrano az megvédi a lábfejemet attól, hogyha hogy rálövök, hát 5 centiről rálövök a saját lábamra. Te belelőttél a láb, de okos. A körmöt fogta meg? Nem, a rüsztöm. És akkor jött a mondat, azt hittem. Ennek tényleg van húzása, papa. Mm. Azt hittem, hogy anyám valami új zselés sütit csinált, megkóstoltam a zselét, tapétázni akart. Azt hittem, az új biciklimmel vizesülően könnyebb farolni a hátsó kertben. Azt hittem, a hátsó féket húzom, de nem. Azt hittem, megúszom gipsz nélkül. Kispili küldte nekünk. Azt hittem, tudok helyesen írni, Gábor küldte nekünk helyesen, pontos éven. Azt hittem, hogy betítják az Ubert. Na jó, de a légiforgalmi irányításban, ez igaz ez a történet, ha a gyakornok azt mondja, én azt hittem, akkor az oktató azonnal kijavítja, most tett hozzá, tisztelt bírónő, én azt hittem. Milyen durva, ja. Nem? Hogy ott azért résen kell lenni. Igen. Nagyobb a tét, amivel játszol. Meg tudok fordulni a villástargoncával. Igen. Annélkül, hogy elakadna a polcomban. Azt hittem, hogy kiúsztam a konnektorból a PC-t, mielőtt belenyúltam a csavarhúzóval, de nem. De nem, Rozika küldte nekünk. Csodálatos a következő mondat. Azt hittem, hogy egy gépfegyveres ember ül az ablakpárkányon éjjel. A függöny volt és az árnyéka. Felkaptam a hokedlit, elrántottam a függönyt, rommá törtem az ablakot. Kiderült, hogy még a muskátlinak is volt pici árnyéka. Azt hittem, hogy el tudom dobni az üvegdarabot az öcsém feje felett. A hátam mögött, mint egy ninja. De nem. A surikent, igen. Hát igen, azt hittem, hogy átférek a kiskapun biciklivel. Életemben nem zakoztam akkorát. Bence.
küldte nekünk. Egy barátom beállt egy elszabadult 2 tonnás papírhenger elé a papírgyárban Balatonfűzfőn. Azt hitte, meg tudja állítani, hisz ez csak papír. Nem tudta. Akkor azért az így megindul. Azért az keserves csodás. Srácok, hagyjátok. Majd én megállítom. Igen. Az ügyeletes sebész azt hitte, vakbél. Csaba írta, a besekő volt. Már nyitjuk is, irány a műtő. Kaptuk, jó napot. Hát, ha már itt van, forduljon meg, akkor kivesszük hátra. De tényleg. Azt hittem, hogy a mélyhűtőben a vajkrémes dobozban a tavalyi diótorta krémje van, defini megeszem, darál tepertő volt. Dia küldte nekünk. Ez a benéztem kategória. Igen, amikor már szinte érzed az ízét a szádon. Diókrém. És ropog alatt a tepertő. A szomszéd kisrác azt hitte, hogy átfér a feje a beton villanyoszlop kisjukán, át is fér, csak visszafelé akadt egy kis probléma. Ordított a feje, meg majdnem felrobbant, olyan vörös volt, Betty küldte nekünk. A párom azt hitte, vicces, ha elugrik a sötétben és megijeszt. Álkapos törés és monokli. 3-at vertem rá reflexből. Sose tudtam lemosni, hogy verem az asszony. Azt hittem, hogy ha higítás nélkül iszom piros abszintot, abból nem lehet baj. Ha át, abból sem. Abból még sosem volt. Igen. Azt hittem, le tudom győzni a félelmet a kígyókkal szemben. Siófokon a nyakam baraktak egyet. Úgy elájultam, hogy a fejemet 4 öltése kellett összevallani. Szeretlek, hogy ilyenre figyelj. Most legyőzöm. Azt hittem, szeptemberben megnősülök. Azt hittem, viccel a mennyasszonyom június végén, amikor azt mondja, hogy szakított velem. Azt hittem, viccel, amikor azt mondta, hogy esküvő lesz, csak már nem velem. Azt hittem, hogy rosszul látok szeptember közepén. Szegény. A saját esküvőd napján hozzámegy egy másik csávóhoz. Mi? Úristen, atya úristen. Ez dráma. Igen. Azt hitték ciszta, a lányom volt, Miklós küldte nekünk. Milyen szerencsé. Milyen szerencsé, igen. Azt hittem, ha egymásra rakok 3 széket, gond nélkül le tudom venni a függönyt. De szép mondat, de szép mondat. Akkorát zúgtam, hogy a gyerekeim csak némán álltak fölöttem, mert néhány percig meg se bírtam mozdulni. Azt hittem, hogy az elektromos helikopterem hátsó kis propellerre nem csinál semmit, ha a húgom hajába tartom. Ezek fontos kísérletek. Igen, hajvágás lett a vége. Peti küldte nekünk. De szép, de szép. Na, hát ez az emberi kíváncsiság. Igen. Azt hittem, hogy a tepsiben még a sült hús zsírja van, és jól belenyaltam. A zsíroldó nem finom. Beni zsiráf küldte nekünk. Igen. Azt hittem, nincs kamera a klubban. Üdv, H. Árpád. Igen. Nagyon jó dobat. Igen. Ez nagyon jó. Aztán még jönnek ilyen SMS-ek. Jó, azt hittem, hogy megvettem a TV2-t. Ja, igen. Aláírás A. This is Previously on Morning Show. Pénteki adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Morning Show. 7:30 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Lehet jelentkezni játékra, nyertük a múlt hetet, úgyhogy hát tudjátok, hogy ki mihez ragaszkodjon. Hát az első 2 hét. Aha. Ki mit tartson szem előtt. Jó, de azért játszunk szerintem, persze, kicsit formalitás, de ettől független. Persze, hát most ha akarjátok, akkor játszunk, de hát már egy picit tudom, hogy mindig nyerünk, úgyhogy és már valami történt, nem? Nem? Új játékot kell kitalálni. Jöhetne már valami kemény hallgató. Igen, de hát van. Elaludt az összes, elment, elmenekült, nem merik. Puhák játszanak, a kemények csak nagyságúak. Az arcoskodók elszaladtak, a gyávák megfutamodtak, a kislányok sírnak, a nők elmenekültek. Persze. A férfiak zokognak. Úgyhogy nincs már igazi játékos. Gyertek, de hát most tényleg így akarjátok, hogy kezdődjön a hétfőn, most komolyan. Ja, Istenem, Vavrinka, Vavrinka, de jó, hogy nem tettem meg. Aha, igen, most ha rácáfol a nevének a rövidítésre. Wow! Nem, ez most wow, nem fog menni skacka. Wow, mert elcsesztem megint. Kicsit túlöltözte a bulit. 2-0 Raonic 3-2-nél, miért nem lehet már a meccsre fogadni? Aha. Mondjátok meg nekem, miért nem találom sehol? Még Vavrinkára földobnál egy komolyabbat, hát ha fordít. Nem, ez na, hát ezért nem lehet fogadni. És egyébként milyen érdekes, hogy, hogy így a kabalából a hogy hívjáknak, az Agassinak a 90-es évek elejé cuccaiból vett föl néhányat most a Vavrinka. Túlöltözte, mondom. Picit furán néz ki. Nagyon ronda cuccokba játszik mindig. Nekik ilyen a szponzora. Tudom, melyik a szponzor. Nem csinálnak neki szép dolgokat. Vagy mindent összemosnak mindennel, úgy tűnik. A Károszon tavaly ez a kockás nadrág, hát az kikérem magamnak. Mondjuk nyert benne, tehát szerencsét hozott. Láttad. Úgy elverte a gyokot a döntőben. Na jó, drága hallgatók, tessék jelentkezni játékra, ha még van vér a pucátokban. Jó? Mutassátok meg. Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Egy dal, amit még sose hallottunk. 10 perc, ma pontosan 7 óra.
Jó reggelt, kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Bezenye, Hegyeshalom között tükörjég. Van, Alex küldte nekünk, a 87-es úton Rúm, Szombathely között esik az eső, de az utak jójáratóak, üzente. Tamara azt mondja, hogy Győr és Mosonmagyaróvár környéken sok ilyen tükörjég van, a zónus eső miatt mindenki vigyázzon. Postás Józsi, és boxtaxisok, uberesek 1-0. Dusi írta. Igen, erről később majd beszélünk, hát az eset az elképesztő. Elképesztő. De szépen intéztétek meg ingyerek. Igen, adtatok a hírneveteknek. Amúgy se túl jó. Elképesztő, igen, ugye egy Uber sofőrt vehettek meg taxisok. Illetve többen körbeállták, abból 2 taxis volt. Igen. Nagyon bátrak voltak, mert hogy 6-an voltak egy ellen. Igen. Bátor cselekedett. Igen, és úgy sikerült rommá verniük ezt a szerencsétlent. Elképesztő. Na, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa, mert azért volt egy-két bátor hallgató, aki jelentkezett, úgyhogy valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Szia. Szia. Jó reggelt. Ki Réka vagyok Szegedről. Réka, hello Szegedről. Milyen volt a hétvégéd, Réka? Köszönjük szépen, remek volt. Többen vagytok? Több Réka van? Nem, a fiammal vagyunk. Ja, mekkora gyermek? 10 éves volt a múlt héten. Ó, 10 éves. Hát akkor ő már nagyobb. Ellátott jó tanácsokkal, hogy milyen válaszokat adhatok. Igen, aha. És most is ott van melletted is hallgatja? Ő kint hallgatja folyosón a rádiót, hogy ne zúgjon közte. Milyen rutinosak vagytok. Ő kint, te bent, mama igen. Küzd, ő pedig hallgatja. És hogy nem ő játszik, nem mert? Hát nem játszotok gyerekekkel, ez a probléma. Nem játszunk, mindig volt, hát... igen, azt mondjátok, hogy ne, de igaz, mert már párszor próbálkoztunk, és volt, hogy Annával beszéltem is, és mondta, hogy gyermekkel nem játszunk. Hát igen, mert az van, hogy ha legyőzzük a gyereket, még akkor is, ha nagyon jó a gyerek, akkor mi kapunk érte, hogy mi van gyávák, csak a 10 éveseket nyírjátok. Már szóltatok hát... Annának, hogy csak a gyerekeket adja be nektek az ásba? Na, de hát nincs szükségetek gyerekekre, hát így is jók vagytok, tehát... Csak ki kellene egy évben egy pár napot jelölni, amikor szívesen játszottam. Te most bedobnád velük. A gyerekedet? Ő azt mondta, hogy ő játszana, igen. Na, igen. Ha te kéred, vagy ő kéri, az más. Igen. Ha gondoljátok, igen. Akkor cseréljetek. Barna, játszol? Átadhatod neki. Nem, Máriam, most nem szeretne, most megvan rémül. Jó, oké. Jó, most inkább hallgat. Most inkább hallgat. Jó. Most inkább hallgat, igen. Jól van, Réka, kivel szeretné játszani? Ferivel szeretnék jó, játszani. Jó, de jó. Ferivel. Indítjuk is az órát, Jani. 3-2 van. Fajon. Mindig ilyen beszari a gyerek? Hogy mondtad, Ferenc? Mindig ilyen beszari a gyerek? Én más jelzővel illetném. Milyennel szívem? Tartózkodó. Tartózkodó? Jó. Tudtad, hogy éltem Szegeden? Tudtam, bizony. Találkoztunk? Ide jártál főiskolára? Menjém a gyerek? Réka. Figyelek. Ne hozz zavarba, Feri, ilyen kérdésekkel. Oda jártam főiskolára, valóban. Tejbár meg van még? A boci teivóra gondol? Nem tudom. Jaj, de hülye vagyok. Nem tudom, hogy mi a neve. Olyan szép emlékeim voltak, olyan szép emlékek törtek elő belőlem Szegeddel kapcsolatosan, mondom, elengedem. Pedig Feri egy tőle egészen meglepő és új taktikát vezetett be, ez pedig a full provokáció. Tehát, hogy ő nem szokott ilyeneket tolni be. És most ennek ellenére kettőt elsütött, ugye ezek közül a provokat egy patronok közül, és nem jött be. Réka meg is állt a szöbbenettől Szegedd. Igen, hírta, és tehát mielőtt írnak a kedves hallgatótársak, azt mondtam, hogy ne hozz zavarba. Így van, tehát... magad, Réka, jó voltál, nem kell védeni magad. Beszélj a gyerek tőlem való. Igen, minden megtetett. Minden megtetett. Én már vártam, hogy mi lesz a harmadik. Mondom, Réka vonatről idején ezt ez most csak azért baj, mert annyira arcoskodtunk, hogy... De látod, Balázs, azt mondtad reggel, hogy van-e vér a pucánkba. És az Anna megmondta, hogy szedjük össze magunkat, mert ugye az elmúlt 2 hetet azt ti vittétek elég komolyan. Barna ezért is pufog minden reggel, hogy olyan bénák a hallgatók. Hát,
Jó van, figyelj, ha Barnának valamikor van kedve játszani, akkor... Jó, küldünk üzenetet. Csörögjetek, jó, egyenes ágon bejuthattok. Jó van, köszönjük. Ügyes voltál, köszi. Köszi, Feri, szép nap volt. Egyáltalán nem gratulálunk. De én gratulálok. Én ezt szeretem, amikor a hallgató így nyer, nem úgy, hogy kihúzzuk az egy percet. Jönnek az SMS-ek közben, hogy szuper volt. Jó, hallgatják. Odaadtuk, hogy kicsit izgalmasabb legyen a hét. Jó, van Balázs, akkor 20 légy szíves egy strigulát, hogy milyen jó fej voltál ma. Köszönöm. Jó, buszi. Sziasztok. Úgy könnyű, ha hagyjuk. Ott fut a gyáva. Ha direkt bedúrantunk. Hogy letette? Hogy letette a gyáva? Picit úgy érzem, hogy kicsit kevesebb a lendület ezekben a... oda pirításokban, mint egy 10 perccel ezelőtt. Na most mondj valamit. Ugye már nem ismert, csöndbe vagy? Menekülsz. Menekülsz, ugye? Ott fut a gyáva. Ennyi volt így, hogy én mondtam ki, nem te nyertél. Ú, de kikaptunk gyerekek. Nagy harcoskodásnak nagy buktelőtt. Nem baj. Jó. Hosszú a hét. Ez az. Uh-huh. Nem a csatát kell megnyerni, a háborút kell megnyerni. Így is van. Belefér gyerekek, egy kicsi veszteség. Nézzük már meg mi a... Milyen jó, hogy felírtunk 3-4 ilyet előre. Nézzük tudjuk már meg, hogy mi a hetes eredmény. 2-0. Na igen. Ez nekünk mindig ott marad. Ki nyerte a múlt évet? Hány évet hoztunk eddig? Igen. Holnap újra idősek gyerekek előnyben. Jó? Na, 4 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírekkel. Aztán hívjuk, ha minden igaz, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát, gyerekek, mert hogy a női csapatunk Európa bajnok lett a hétvégén. Úgyhogy a szövetségi kapitányt faggatjuk egy kicsit a győzelemről, a jövőről, és Csernus Imre áldásos tevékenységéről, mert hogy állítólag ő is benne volt. Doki. Dokikánk is benne volt abban, hogy nyerjenek. Úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt mindenkinek, Nickelback dal. Után többen kérdeztétek, mi volt ez, hogy miért kérdezitek, nem tudjuk. Nem hallottátok még, lehet, ez egy Nickelback dal volt. És... az nem a mi hibánk. Ez szólt most itt a klasszon. Ezt adjuk egyébként, ez volt már párszor nálunk. Persze. Ez még a rokkosabb Nickelback. Volt már. Most láttam nemrégiben egy listát a világ legutáltabb rock együtteseiről, hogy kiket utálnak a legjobban. Igen, hát ők is köztük vannak. Nem az ilyen típusú számok miatt utálják őket egyébként. Az emberek. Hanem, hogy elpuhultak egy kicsit, nem? Bizony, bepuhultak, betatásodtak az évek során, be a házi asszonyosodtak egy kicsit. Igen, ezt viszi, a házi asszony, gyerekek, gondolják el a nyugdíjas, alapon, van, a nyugdíjas évekre, majd csinálnak ezután egy kemény lemez. Nem egy garázsrock zenekarról beszélünk, nem a haverokat akarják szórakoztatni, meg magukat. Elég volt a Gigi-ből, a bólogatásból, ezek a messzesedő csigolyákon már nem lehet annyit headbangelni. Igen. Így van, két. Na nézzük, mit írnak hallgatóink. A régi hármas úton a Harsányi elágazásnál piros Ford Focus az árokban, kerekek már nincsenek alatta, síesen a tulaja. Olivier küldte nekünk, jaj. Azt mondja, hogy M3-as bevezető már most bedugulva az M0-ásig, aki tud kerüljön. Aztán azt nézem, hogy micsoda jó kis Nickelback, így van, mi ez a szar, mi kérdezi valaki más, ugye, hogy mennyire nehéz azért a hallgatókat kielégíteni. Cegléden ma délelőtt megyek az urológiára, írtam egy dalt, Fekete lyuk címmel, majd előadom. Ede küldte nekünk. Jól indul a reggelem innen Kenyából, végre sikerült netet szerezem, és tudlak titeket hallgatni. Itt se köd, se hideg, csak 30 fok, imádom, Dave küldte nekünk. Mit csinálsz, Dave, írd már meg. Csörögjünk rá. Atya Isten. Lehet, hogy megfelhívjuk, igen. A4-es úton Kabánál a vasúti átjáró fényjelző berendezése nem működik, csak óvatosan. Csabi küldte nekünk, Gödöllőn trafi a Rét utcában, aztán trafi a 4-esen Szajol utánszólók irányában, vigyázom mindenki, üdv, Dani 8. Hogy lehet jelentkezni a Dórás játékra? Ha SMS-ben, akkor most szeretnék jelentkezni. Hát már jelentkeztél is, mert hogy SMS-ben lehet. És azt nézem, hogy Bakony, Pölöske, Kup, Ajka, Tükör, Ég, Autó az árokban. Oh. Ezt Laller küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hogy áll a meccsünk? Melyik? Ja. Vavrinka kezd visszajönni? Igen. Igen? Megtáltosodott. Megtáltosodott Vavrinka? Igen. Ha lenne még pénzem, amit a múlt héten eljátszottam a tanácsaid alapján, akkor most biztos kipróbálnám. Pedig ma nagyon jó tippjeim vannak. Aha. Tehát Vavrinka feldobódott. Ma nagyon jókat tudnék mondani neked.
mit csinál egy Isner Ferrerrel például, meg hova tegye, hát mit tegye, de... Ferrer, persze. Tedd meg Ferrert. Én is tudom, ügye nem vagyok. Tedd meg Ferrert. Ferrer. Ferrer. Más, mondjál még kettő. Ki van még? Isner Ferrer van. Azt mondtad, nagyon jó tippjeid van. Van még valaki. Hát nem egy házhoz. Möri, hogy... Tomics játszik, ott tedd meg a Mörit. Muraj, de az biztos Muraj. Nem fizet sokat. Hát, Muraj nem fizet. Tonik? Muraj. Van egy ilyen Tonik nevű gyerek. Tonik, igen. Azt hiszem, hogy, hogy ausztrál. Kejs meg Shuzang. Shuzang? Kejs. Shuzang. Az nem? Azt nem tudom, azt csajok már, igen. Na mi van a szövetségi kapitányunkkal, gyerekek? Hát mi történik itt? Hát ha csöpp esze van, akkor még ünnepel a csajokkal. Igen. Gyanús is volt egyébként, hogy be van írva, hogy 7 óra után tudjuk hívni. Ugye? Ugye, Európa bajnok lett a magyar női vízilabda válogatott, és olimpiai kvótát szereztek a belgrádi Európa bajnokságon. És állítólag a Gyanús is ott volt, és ő tett rendet a fejekben. Ő segített a csajoknak most, a nehéz pillanatokban. Most a Csernusnak a módszere még mindig az a legendás Csernus-féle módszer, a leüvöltem a hajadat? Hát ezt is meg akarjuk kérdezni a szövetségi kapitánytól, amellett, hogy gratulálunk neki, hogy mit mondott? Mit mondott Csernus Imre? Igen, mert a lányoknak. Ő ezzel úgy híresült ugye el, hogy azért nem finomkodott nagyon soha a páciensekkel. Hát őrült ordibálások voltak. Igen. Gyakorlatilag beledöngölt a padlóba, tehát ha valaki ezt vállalta, hogy ő beül egy ilyen Csernus-féle megtisztulásra, akkor atomjaidra szedett szét, szétordított, és így saját magad hát, söpörtett ki a rendelőből. Valószínűleg itt más kellett azért, aha, igen, kell, mint igen. Így neki állsz 20-30 nővel ordítani. Rajtam soha nem segített, hogyha valaki odajött, leültett a fejemet, és akkor vagy az annyira nem épített. Visszakiabáltál? Nem, behúzottam szűkölve a sarokba is. Hosszú-hosszú évek óta nem nyertünk EB-t, ugye? Persze, hát 2001 óta. 2001-ben nyertünk utoljára, ugye? Akkor még Budapesten volt talán az Európa-bajnokság. Azt nyertük meg. Azóta nem volt Európa-bajnokunk női vízilabda válogatott. Nem, két bronzérem volt előtte. Gyönyörű. Hát ez mindenképpen. Azért ez egy nagyon-nagyon szép dolog, és hát érmünk sem nagyon, tehát hogy aranyérmünk sem nagyon volt semmilyen világversenyről, úgyhogy ez minden mindenképpen egy gyönyörű szép dolog. De hát tényleg ugye a szövetségi kapitány is kihangsúlyozta, mi is mondtuk, hogy itt a riai kvóta az, ami igazán, ja, igazán számított, mert hogy innentől kezdve akkor gyakorlatilag már picit olyan értelemben hátradőlhetnek, hogy nem kell izgulni a következő kvalifikációs versenyre. Azért érdekes a dolog, mert ez a női vízilabda, azért valljuk meg, hogy így nem nagyon kapdossák a fejüket az emberek. Ugye, hogy azt mondod, hogy gyerekek, női vízilabda mérkőzés lesz, úristen, menjünk ki. Ugye, hogy annyira még nem a pasikra, igen. Igen, igen. Még a pasikra, ha más nem, akkor oda a lányok is kimennek, mert előjönnek. De ez is csak Európában, világviszonylatban a vízilabdát nem értik nagyon. Nyilván, de mi azért szeretjük, értjük, kedveljük a dolgot, vagy már csak ez maradt még a kajakkenunk kívül. Kajakkenunk vízilabda, megvan a torna, húzás, talán ezek maradtak. Igen, de hogy a női, most az se, de a női vízilabda az igazából hát ilyen mostoha sportág egy picit. És akkor most viszont mindenki erről beszél, hogy milyen marha jó, hogy ezt a csajok megcsinálták, hogy megnyerték az EB-t, és hogy itt ott vannak az olimpián, főleg azért, mert ugye Anna írta is, hogy se kéziben nem vagyunk kint, semmiben nem vagyunk. Hát még ez kint. Egy dráma, ami most zajlik ott is. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény lesz, legalább már a pólós lányok kint vannak. Na mindjárt megkérdezünk mindent a szövetségi kapitánytól. Bíró Attila, jó reggelt kívánunk! Hello, gratulálunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Hello, Attila! Na, hát gratulálunk neked, a csapatnak, mindenkinek, akik köszönjük a csapat szépen mellett tevékenykednek, ugye van egy csomó úgynevezett láthatatlan ember, akinek szintén nagyon fontos a munkája, úgyhogy mindenkinek gratulálunk. Nagy buli volt? Nem volt még tökéletes, mert a mérkőzés után másnap már jöttünk haza, természetesen a mérkőzés után volt egy komolyabb buli, egy órát tudtunk aludni, másnap jöttünk haza busszal, folytatódott még aznap, aztán majd még ugye itt a elkövetkezendő napokban még azért folytatjuk. Az igaz, hogy Djokovic étterme mellett voltatok a szállodában, tényleg? Na, hát igen, nem. Igen, én minden nap ott kávéztam, úgyhogy... jó a kávéja? Na, milyen Djokovic étterme, jó? Szuper kávéja van, a kaja is nagyon jó, azt kell mondjam, hogy igazán kellemes hely. Hogy kell egy kis vízilabdába is teniszcsempészni? Aha, igen, ezt akartam mondani, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy a második kérdésben már teniszcsempészben. A második kérdésem azonnal a teniszről szól, szóval Djokovic étterme jó. Jól van. És csak egy órátok volt, azt mondod? És utána indultatok vissza? Nem. Egy órát aludni. Hát tehát a mérkőzés után ugye iszonyatos ünneplés, egy régi vízilabdásnak a bárjába, a diszkójába mentünk el hajnalban, és a reggelig roptuk, aztán 9-kor már jöttünk a busz, és jöttünk is haza. Na.
Mit csinált Csernus Imre? Mert azt olvastuk, hogy ő is nagyon kellett ahhoz, hogy a lányok fejébe rendet tegyen ezt. Hogy kell elképzelni? Meccs előtt beszélt a csajokkal, folyamatosan, egyénileg jártak a lányok hozzá terápiára. Mit csinált velük? Ez úgy nézett ki, hogy amikor elkezdtem a munkát októberben a lányokkal, akkor az Imrét megkértem, hogy tudna segíteni. Nem ismertem őt személyesen előtte. Igazából én Egerben nőttem föl, ő is ott kötődik, most már ott lakik Eger mellett, és egyből eszembe jutott, hogy nekem valami olyan ember kéne, aki sokkolni tudja a lányokat, ebből az apátiából tavaly 9. helyen végződött világbajnokság után, ugye csak 3,5 hónapunk volt az Európa bajnokságig, itt valami olyat kell csinálni, ami olyan sokkot ad a lányoknak, nyilván pozitív értelemben, hogy nincs idő itt nagyon itt finomkodni, bele kell csapni a közepébe, és akkor talán sikerülhet. Hát ezt ő megtette egyébként. Bementek hozzá a lányok sápatlan, és kijöttek még sápadtabban? Nem, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy csoportos beszélgetéseket folytattunk, tehát a stábbal együtt, nem külön, tehát az edzőimmel, a kollégáimmal, és nyilván az Európa-bajnokság alatt is volt egy, pláne az első mérkőzés után, amikor ugye kikaptunk a hollandoktól, ott még volt egy beszélgetés, azért nem ezt a leüvöltős... Nem, ezeknek az ablakok. Mit csinálni? Igen. Te vagy a szövetségi kapitány, te? Hanem azért sokkal konszolidáltabb lett az Imre szerintem, bár nem tudom milyen volt 10-20 évvel ezelőtt, Istennek nem jártam nála, úgyhogy... És persze voltak külön egyéni beszélgetések, ugyanakkor már a meccsek közben, a meccsek napján már nem nagyon kellett ezzel foglalkozni, mert addigra már azért rendben voltak ők. Hát persze örültek, még felszabadult, játszottak, nem tudott hozzájuk közel férkőzni a Csernus. Már be voltak a Nyilván úgy megy ki egy ilyen versenyre az ember, meg az egész csapat, hogy nyerni kell, meg kell csinálni. De mikor hittétek el, hogy meg lehet az EB, meg lehet az olimpiai kijutás? Hát a legfontosabb lélektani és kulcspont volt szerintem a holland mérkőzés után, a már következő mérkőzés, a görög csapat elleni játék, amikor nem közel sem jó játékkal, de ugye a hollandoktól kikaptunk az első csoportmeccsen 4 góllal, egy elég gyengécske játékkal, és ott a második mérkőzésen ott a görögök ellen, akik azért egy elég masszív csapatot képviselnek, ott meg tudtuk nyerni azt a mérkőzést, nagyon jó védekezésre, és onnantól kezdve indultunk el fölfelé. Azt kell mondjam, hogy az volt a kulcspont, aztán szépen lépésről lépésre, egyre tudatosabban, egyre komolyabb játékkal végül is sikerült a döntőt is behozni. Te azt említetted, hogy októberben vetted át a csapatot, ez most október? Igen. Azt a mindenit. Hát ez egy nagyon rövid idő. Hát az ember ott már szinte úgy vesz át egy csapatot, hogy már nem is nagyon, nyilván tud valami javítani, de hát a kondi azért az nagyon adott, a feltételek adottak, hát pár hónap alatt azért nem lehet nagyon sok mindent megváltoztatni ahhoz képest, hát ez egy gyönyörű eredmény. Hát úgy gondolom, hogy bebizonyítottuk, hogy sikerült. Igazából a gyúrónk mondta az ünneplés közben, hogy itt gyakorlatilag minden ugyanaz, csak a szoftver lett kicserélve. A két segítőmnek itt kulcsszerep volt, ugye itt két olyan edzőt választottam magam mellé a stábba, akik a magyar két legjobb női klubcsapatnál dolgoznak, a Tóth László és az Ács Bertalant, akik nagyon jól ismerik a lányokat. Eddig ez nem volt meg, mert fiú csapatokkal dolgozó edzők dolgoztak a lányokkal, úgyhogy ők nagyon sokat tudtak nekem segíteni, pláne mert én az elmúlt 3 évben Új-Zélandon dolgoztam női szövetségi kapitányként, tehát még annak ellenére, hogy ismertem nagyon jól a lányokat, ugye a napi kapcsolatban, hétköznapi kapcsolatban nem voltam velük. Akkor lett volna még igazán meseszerű a sztori, hogyha azt mondod, hogy Új-Zélandon dolgoztam, birkákkal foglalkoztam elsősorban. Váltottam is ezzel. Egyébként nem vagy messze a dologtól, mert én borász is vagyok, tehát ott borászkodtam is egy kicsit. Összekötöttem a kellemes, a hasznos. Hát akkor a Csernussal azért egy némi kis... Összejártok inni egyet. Igen, amikor nem kellett vízilabdáról beszélgetni, akkor volt még közös téma, mert hogy azt hiszem, talán ő is borászkodik. Ahogy láttam, én nem sok női vízilabdát nézek, megmondom őszintén, de azt azért lehet látni, és az feltűnő, hogy azért a magyar csapat játékosai meglehetősen filigrán alkatúak. Hogy lehet ezt ellensúlyozni a medencében? Azért az akkora cetek úszkáltak, meg akkora bálnák között kellett nektek játszani, hogy ahhoz képest a magyar csajok viszonylag kisebb termetűek. Ez így van, a hollandok főleg. Ha óriásiak voltak, mi az ember oda kapcsolatban? Igen, ilyen kétajtó szekrényekkel kellett, de karmolnak, csípnek, rúgnak, mindent csinálnak, nem? Tehát a víz alatti kamerában azért remekül látszik.
most mondhatnék közhelyeket, hogy hát itt nagyon komolyan össze lett rakva a taktika, meg hogy észrevertük meg őket, amiben nagyon sok igazság van, mert tény, hogy hogy ugye az első holland vereség a csoportban azért kellett, vagy utólag azért volt jó, mert ugye rájöttünk olyan hibákra azon a mérkőzésen, amit a döntőben még egyszer nem követtünk el, és egy más taktikával próbáltunk játszani. Amit említettem, igazából itt a mentális dolgokat kellett helyre rakni. Ezek a lányok eddig is jó vízilabdások voltak. Nyilván egy olyan csapatot kellett, olyan csapategységet kialakítani, amivel a, ahogy te mondtad, a nagy ceteket is körbe lehetett úszni, és le lehetett szerelni. Nagyon agresszívak egyébként a víz alatt? Néha látni a pasiknál is, hogy azért őrülgyilkolászás megy, a csajok hasonlóan nyomják? Hát igen, elég durva, ráadásul itt ugye a felületből adódik, hogy ugye a női dressz, tehát nem bikinibe játszanak, ezért elég sok a fogási felület, tehát víz alatt könnyebb megfogni, ugye egy szőrös mellkas nehéz megfogni, de itt azért a női dressz azért az egy olyan felület, amit alul meg lehet fogni, elől hátul, és könnyebb rángatni, tépni a víz alatt, amit tényleg ember legyen egy talpán a játékvezető, hogy meg tudja állapítani, hogy ez most melyik szabályos, melyik van. Igen, nagy jelentek vannak azért, van, aki nagy színházat nyom, van, aki tényleg majdnem megfulladt, de elképesztő, hogy azért ott igen, is igen. Megy a zöldöklés, igen. Na, hát még egyszer nagyon-nagyon gratulálunk nektek, az köszönjük egész csapatnak, szépen. Add majd át, ha újra találkoztok velük, jó, vagy találkozol, gondolom hosszú szünet nincs, nem? Egy kicsi pihi mindenkinek, és utána indul a felkészülés. Hát igazából most ők visszamennek a klubba, és hétvégén már bajnoki fordulóval, aztán következik az Euroliga, nemzetközi kupák, tehát ők most mennek a klubba és folytatják tovább a szezont. Elég sűrű, ezért is jó, hogy nem kell menni az olimpiai selejtezőre márciusban, hogy akkor lesz egy kis pihenőjük, aztán természetesen készülünk a magyar bajnokság után az olimpiára, Rióra, ugye ez volt a cél. Így van, és az meg is van. Gratulálunk mindenkinek még egyszer. Attila, köszönjük szépen. Nagyon ügyesek vagytok. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy Szisi Attilával beszélgetünk, a Novi Vízilabda válogatott szövetségi kapitányával. Köszönjük szépen. Hát helyesek, azért ez nagy dolog. Minden sport sikernek örülni kell, és mindenbe bele kell kapaszkodni, mert hát ez az olimpia nem fog túl sok jót hozni nekünk. Legalábbis a régi nagyobb olimpiákhoz képest azért ugye, ha azt hiszed, hogy még egy Szöul, egy Barcelona, egy mit tudom én, egy Atlanta, egy Sydney, hát azért ott rengeteg sok érem volt. Voltunk kint, és ugye esélyesként mentünk ki, most már ott tartunk, hogy ki se jutottunk. Most már vagy ki se jutunk, vagy nagyon kevés érem néz ki, úgyhogy mindennek örülni kell, igen. Hát, nem kap túl sok pénzt a sport. Kivéve egyet-kettőt, úgyhogy... De abban jók is vagyunk. Abban viszont nagyon jó vagyunk. Igen. Azért. Abban legalább hasítunk. Igen. Érdemes lenne megnézni egy női vízilabda csapat. Nyilván nem lehet összehasonlítani, hát teljesen más liga, más pénz, más foci. De hogy mennyi pénzt kap ezért, meg mennyi pénzt kap azért, hogy valaki mondjuk kijut az EB-re, nem? Bár ugye hát azok ott nem közpénzből kapta ugye a focisták se, aztán nem tudom én 40 milliót fejenként, hanem ugye ott az vannak. Az UEFA-tól jött. UEFA-tól is vannak, így van, hivatalos pénzek, de ahhoz képest mondjuk egy női vízilabda válogatott, hogy megnyer egy EB-t. Nagyságrendileg érdemes lenne összehasonlítani. Bár hát legyen annyi. Ja. Vagy csak a támogatást az elején megnézni. Hát a fociban mindig is több pénz volt, ja, azért, sőt, hát jóval több pénz, mint mondjuk hát egy vízilabdában, vagy kajakkenuban, vagy úszásban, hát azért ezek nem akkora sportok. Világviszonylatban legalábbis. Akinek kertje van otthon, az tudja, hogy azért a víznök köbméterre nem olcsó. Hát igen. De ez tényleg nem tudom már olyan sportágban jók lenni, ami világviszonylatban is sokat számít, nem? Ez aranyos ez az úszás, meg ez a kajakkenu, meg a vízilabda, és tök jó, mi erre büszkék vagyunk. Persze, szenzációsak. Nem de a világon mások, ezt nem kapják nem, nem, fel a nem sokan néznek vízilabdát. Milyen igen buli lehet egy gyerekek a győzelem után? Hogy isznak vajon? Ott a Csernusa, mire szétszették. Hát figyelj, szállítsátok le az ingét, húzzátok le a cipőjét. A 85 kilós Takács Orsi, ahogy a Csernust a hóna alá kapja, és azt mondja, Taki már pedig ezt most megpörgeti a feje felett. Dokikám, ezt az unikumot neked töltöttem. Ezt most vagy lenyomod, vagy elkapunk a lányokat. Jó. Ah, biztos nagy buli volt. Igen. És hát azért elég jók az ivaralányok ezen a csapaton belül, azt gondolom. Egy-két segítőtől eltekintve. Nézd, ha masszőröket és a szövikapit leválasztod róluk, egészen jó, hogy valahol... valahol egészen biztos, hogy odaérsz. Na jó, a zenéjünk még picit, jó, fél 8 lesz pontosan. 4 perc múlva, egy pici muzsika után jövünk vissza, már is.
3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Na milyen az almáspite? Senki nem posolta még. Hazadják meg, hogy hazudsz. Tényleg, lecsíptem a széléből egy kicsit. Ha törjön le a kezem, ha még egyszer nektek bármit is hozok. Mondjuk mert, olyan sűrűn nem volt. Na ez ott, mert ilyen rohadt elitista. De nem ilyen, vagyunk elitisták. Ilyen kajasznobok vagytok, akik mindent fumigálnak, és egyszerűen nem kóstoljátok meg azt, amit az ember behoz meg. Hidd el, hogy én nem fumigáltam. Rohadjak most, meg, ha még tényleg, egyszer bármit is hozok meg. Bármit is hozok meg. Milyen fumigálta. Bármit. Te jövét csütörtökig be vagy táblázva, hogy mit teszel napi négyszer, érted? Te neked semmit nem... Reggelre nem tudok enni. Nagyon jól tudod, hogy a Feri nem hajlandó enni semmiből, ami 3 percnél tovább készül. Hogy tényleg, hogy törne le a kezem. Nem. Hogy reggel én ott csomagoltam nektek, zörögtem, felébresztettem a családot. Reggel még nem volt ekkora alufóliában értem, rohadjatok meg, komolyan mondom nektek, ez igazi kajasznobok, érted, te jövét péntekig nem te tudod, behagytál, hogy tehetél belőle, nem? Délután 2-kor megyek a Márvány cukrászdába habcsókot enni, ezért 3-4-8-kor nem kóstolhatom meg, érted? Az a hiszi, hát jó a pitén, neked kapizárási pánikod van, te zabon élsz, érted? Már megkóstoltam mindenki. Nem, már elhogy kóstolta meg. Laci tettük magunkat. Laci, meg te igen. Én is, én lecsintem az egyik sarkán. Jó, de miért? De hát azért olyan fumigáló arckifejezéssel tetted. Jó, ha én fumigálok, akkor az fumigálva van. Utáni eset volt, hogy én nektek bármit is hozzátok. Hát a Feri egy ilyet, hogy mondtad is, fél óra alatt összedobt. Nem, azt mondod, ez az első és egyben az utolsó 20 perc alatt megvan. Egy ilyen ne viccelj, almáspite, gyorsan ereszelem, gyorsan meggyúrom, már fél lábbal a sütőbe vagyok. Már a linzer alap benn van a tepsibe. 15 perc alatt meg vagyunk, ne viccelj. 30 alatt meg vagy a többi a sütés. Persze, a házi asszonynak tudnia kéne. Hogy a fenében. Ballában ereszeled az almát, jobban gyúrod a tésztát, ballal ölpe. Szerencsétlen nem tudja, hogy mennyit, de nem tudod annak azért azon csodálkozni. Semmi. 20 perc. 30. Alaphangon 2-2.5 óra, de ne, 15 perc alatt megvan. 30. Kiposztolással együtt. Sütés. Posztolás, fotózás. Plusz a sütés. Aha. 30 plusz a sütés. 15 perc, de ebből 10 perc, amikor beállítod a fotót. De, hát az a hosszabb része, viccel. De jól is néznek ki ezek a fotók. 5 perc. Most te miért nem kóstolod? Letört volna a kezed, ha megkóstolod? Letört volna a kezed, ha megkóstolod? Én, de mi volt? Mi? Délután 2-kor mész, izé Isler zabálni valami cukrászdába, és azért nem lesz. Azt mondtam, megszagoltam, és azt mondtam, hogy nagyon kellemes illat van, hogy hívják a lényét. De ha valaki hoz valamit, azt illik megkóstolni. Én is eszem, és ti örültök neki, ha én elfogadom, és eszem belőle. Nem, hogy este nem örülünk. Behoznád a reggelit, és senki nem nyúlna hozzá, érted? Nem erőszak, rohadjál meg. Két ilyen kajasznobot, hát komolyan mondom, csomagolok nekik. Komolyan. Berakom, mondom, behozom, szállítom az anyós ülésen, fűtöm az ülést, érted? Most, hát én nem ehetem most cukrot, hát egy én így bele... Na jó, most egy morzsát találtál? Istenem, ez... Ugye, hogy jó? Ez komolyan, ez ugye. Legyen a neve Ambrózia. Ambrózia, az Istenek ellenére komolyan. Fikáztok, hogy soha nem hozok semmit, azt hozok valamit, akkor meg nem esztek bele. Na, egyébként... Elveszitek a kedvét. Jó pont a nényének, hogy ez nem egy ilyen túlédesített ilyen vacak, hanem tényleg kellemes. Jó pitét csinál. Magyarán nincs benne elég cukor. A bérsütés. Jó, hát most miért vagy ilyen, miért olvasol a sorok között? De az a jó, mert én nem szeretem a nagyon kifejezetten éves. Kellemes. Máshogy örülök. Kellemes. Ne picsogjál már, ahogy írja egy hallgató. Ne picsogj. Nagyon kellemes. Úgy de finom. Ja, Istenem. Na, jó van. Na, nézzük a közlekedési híreket. Hogy állnak Vavrinkáik? Ez a közlekedési hír. Nézzük a közlekedési hír. Hogy áll Vavrinka? Hogy áll Vavrinka? Mert megtettem Raonicsot, úgyhogy azt szeretném, ha nyerne. Megfordítom a tévét. Most már megfordítom a tévét, komolyan ez mondom, hát nem túl jól egyébként. Kiüt minden, mérges, látod, ez a cuki fiú. Pedig brékel vette volna a Vavrinkát, nagy a baj. Tükörjék az M3-as Füzesabonyi lehajtójánál, Elesz Pisti küldte nekünk, aztán azt nézem, hogy Tata környe Majk, Csákvár, Lovasberény útvonalon, Kőhányásig sűrű ködben autózhatunk, Csákvár előtt viszont már melengető napsugarak szabdalják a ködöt. Ú, de gyönyörű! De gyönyörű. Zoli, hát komolyan mondom, Berzsenyi nem írt ilyen szépen. Azt mondja, 71-es csopak aluljáró két autózárokban most történt, ti küldte nekünk, ott is vigyázom mindenki, M3-as Mezőköves után Miskolc felé tömegbaleset van. Jézus, Atya Úristen. Trafia 21-es úton, Mátraverebi után Salgói sofőr küldte nekünk, Veszprémben ónos eső, jegesek, csúszósak az utak üzeni vere. És igen, 4-5 autó van az útszélén, ebből 3 összetörve a belső sávban, 2-3 kocsi,
szintén összetörő, a rendőrség még nem ért oda. Vigyázzon mindenki, ez nem 3, 135-ös és 136-os kilométerek között van. Úgyhogy figyeljetek. Jó? Ez a helyzet. Na, Bali, ne erről könnyű, írja valaki. Viszont azt kivel ideadtad, hogy 100% Balázs igazad van. Nem tudom. Aha. A nénye. A nénye írt. A nénye írt. Hát ki más? Szevét. Nem, tessék el, nem fumigáltuk. Én már ettem is belőle. Na, játszunk, jó? Itt van már is a hallgatónk. És azt mondja, hogy mit mond órába, játszunk már is. Visszafelé beszélünk. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló. A 10 vagyok. Még egyszer? A 10. Zita! Igen. Hello Zita, jó reggelt! Sziasztok. Hello. Honnan hívtál minket, Zita? Én nem Budapestre. Mit csinálsz most éppen? Most, de most? Most ülök a földön. A földön ül? Nincs széketek? De van. Csak távolabb jöttem a rádiótól. És hol ülsz most, a szobában? Ott igen, a munkahelyemen. A munkahelyeden a földön? Igen. Vagy még így is visszhangzik a rádió. Igen, egy nagyon picit lehakított, hogy még jobban halljuk azt a kellemes hangodat. Vagy arrébb gurulsz a földön egy picit? Itt jobb. Arrébb hemperegsz. Miért kell a földön ülni? Hát ez van a legtávolabb így a rádiótól. De jó hangod van. Finom. Mivel foglalkozol? Egy követeléskezelő cégnél vagyok. Nem, a múlt héten is volt egy ilyen, most ez a divat a követeléskezelőknél, hogy ilyen gyönyörű hangú nőket vesznek föl, és akkor nem fenyegetés van, hanem így elkezdesz dumálni. És... Zita, tartozom nektek 100 000 forint, hívjál föl, légy szíves, jó? És mondd el, hogy van 100 000 forint hiány, amit nem fizettem be, jó? Na, tessék, csörög a telefon, fölveszem. Tessék. Csak az a baj, hogy én nem ilyet csinálok. Ja, pedig úgy beleértem magam a helyzetbe, annyira kíváncsi lettem volna, hogy ezt hogy csinálod. Mint te, akkor mit csinálsz? Én egy csoportnak vagyok itt az asszisztense, és akkor a tagoknak, meg a csoportvezetőnek a munkáját segítem. És a csoportvezető mit csinálsz? Aluszik a csoportvezető? Emlékeztek arra? A csoportvezető nem, hallgatja. Hallgat bennünket a csoportvezető is. Hölgy vagy úr? Hölgy. Aha. Ő behajt követelést, amit kezeltek? Nem. Már ő sem. Se de akkor ki? Múlt héten is beszéltünk egy követeléskezelésnek, és nagyon jó hangja nagyon volt. Nagyon jó volt. Igen. Igen, ez úgy látszik alapfeltétel a követeléskezelőknél, hogy mindenkinek ilyen jó hangja legyen. Hangfetisiszták a főnökök. Igen. Na figyelj, Zita. Igen. Válasszál. Akkor a tárgyat szeretném. A tárgyat szeretnéd. Jó. Kettőször mutatjuk, jó? Jó. És hát meglátjuk, hogy megy. Mehetünk? Igen. Na figyelj akkor. Indítjuk az órát, jó? Gárdon Remrov. Még egyszer, De ügyes vagy. Így van, mert hogy így szólt. Gárdon Remrov. Farmer Nadrág. Gárdon Remrov. Ügyes vagy! Jó, de jó! Farmer Nadrág, ezt mondta Dóra, valóban. Sugott a főnök asszony, vagy ment fejből? Hát úgy ment, megmondom őszintén, hogy leírtam így visszafele, és akkor visszaolvastam. Ennyi idő alatt? Igen. Ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy, nagyon gyors voltál. Jól van, van egy szép kis ajándékcsomagod, jó? Jó, köszönöm szépen. Úgyhogy küldjük neked. Jó, köszönöm. Kinek adsz még belőle? A csoportvezető. Itt a kolléganőmnek, ő segített. Ő is segített. Aha. Hát ez nagy közös. De a csoportvezető meg elnézte. Jó, majd egy csoportvezető soha nem nézel semmit, jó? Jaj, ne fumigáld már. Küldjük. Puszi neked. Köszönöm. Ciao, hello. Szia. Milyen jó hangja. Nagyon kellemes kis helyes kis aranyos kis hangocskája volt neki. Kérdjünk ilyenkor, hogy milyen arc van mögötte. Kérjünk be fényképet, vagy menjünk ki a helyszínre. Vedd a nyakadba a város. Én megyek, indulok. De én tényleg kíváncsi lennék, nem? Mert az ember elképzel egy arcot a hang mögé, hogy egy pályos, kedves, szép,
kék szemű, mint szőkehajú, vagy barna szemű, szép, meleg, bársonyos, barna szemű, nagy, hosszú, göndörhajú, nem bármi, így, érted? Aha. És aztán lehet, hogy nem. Ott ül a szőnyegen egy matrioska baba. De ez lehet, hogy nem egy bájos arc van egy ilyen hang mögött. Hát hányszor láttuk már olyat, nem? Hogy bájos, aranyos, kedves hang, meglátod, és nem tudod, hogy hogyan jön össze a kettő. Á, de itt biztos bájos arc volt. Ugye? Aha. De ha nem ott a redőny. Ezt meg se hallottam. És akinél nincs redőny? Hát akkor nem tudom. Akkor. De ugye, hogy így van? 175 cm magas, napbarnitott, vékony combú, hosszú hajú. Adósság követett. Mondd csak végig, hogy a hangot. Fennekem ilyen. Cicik. Tessék, minden. Na most már nézzük meg, hogy hogy néz ki. Rákeressünk? Persze. Na, gyerünk. Tudsz te is. Aparát! Zsűr! Indítul! Én vissza kérdezek a vezetőjét, Facebook, nézzük meg, hogy néz ki. Gyerekek. Nekünk ez maradt. Hát ez. Hát ez maradt. Így, a gusztálás. Vagy gusztálunk, vagy fumigálunk. Kettő nincsen. Ennyi maradt. Így erősen a B oldal felé. Illetve hát ti már ugye erősen ugye a B oldalon. Én csak megyek a B oldal felé, de hát ugye kalitkába esett madár. Aha. Ugye? Hiába verdes vagy mi. Már csak magának énekel. Így van ez. Megtaláltuk? Nem. Még nem. Sok az ita, mi? Úgy mondjuk nehéz lesz. Csak zitára hiába keresel. Írd a Facebookon zita. Aztán nézzük, zita. Nézzük meg, hogy mit dob ki. Mi a zita? Hát nyert, fel kell venni az adatokat. Anna. Vedd fel az adatokat. Na. Kiló, magasság, testméret, minden. Milyen zita? Szeme kék, 168 cm hosszú barna haj. Az nem rossz. Mi? Nem tudom, csak hogy blöföltem. Nem, Anna már írja már, hogy fel kellett venni zita adatait. Nem is tudtam, hogy az ajándékcsomaghoz már ilyen adatok is kellene. Hát, precízen, pontosan mindent. Mindent vezessünk, Anna, egészen pontosan mindent írja bele abba a táblázatba. 5 perc, a pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket, többek között azt, hogy mi helyzet az M3-ason, mert hogy hatalmas baleset van. Úgyhogy segítsetek azoknak, akik úton vannak. Jó, kis tartsa, ködös, M0-áson erősödik a forgalom, kicsit csúszós, valamint a 8-as út Herendónos eső 7-törött autót számoltam Veszprém irányába. Szép. Ezt Laci küldte nekünk. 5 perc, 8 óra, ahogy mondtam, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Az első és egyetlen morning show. Garantáltan a legklasszabb dolog az éterben. 8 óra után vagyunk, 9 perccel. Mint egy James Bond film. Hihetetlen, milyen szignáljaink vannak. Ez az Opel. Van itt valaki, aki dolgozik? Kicsit Tom Cruise, kicsit Mission Impossible, kicsit James Bond, kicsit Kantor, kicsit mit tudom. Kantor is? Kicsit lefegyelés. Igen. Kicsit kisváros. Nekem is egy kicsit csupat is volt. Kicsit angyalbőrbe. Minden. Na, itt vagyunk. A zenék is tök változatosak ma. Mi történt itt a hétvégén? Mi volt itt? Semmi, én szerkesztem az zenéket. Ezt akartam mondani, hogy azt tudom, hogy miért ilyen. Dehogy is. Nem nyúlunk bele soha. Jó, Madonna jó. Madonna abszolút. Na most abszolút jó. De tényleg ki az, aki azt írja még egy Madonnán is, hogy fiúk, mi ez a gyerekek, kaka. Nem tudunk olyat adni, ami mindenkinek tetszik. Hát ez hozzá kell szokni, hát szokjál hozzá. Nem tudsz olyat adni, ami mindenkinek jó. Most berakhatnék egy It's My Life Dr. Albánt, érted? Hát már hányan örülnének. És hányan gyűlölnék? Nem, zenében nem tudsz olyat adni. Vagy nem adjuk többször. Ami mindenkinek tetszik. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Egy BMW kombi előttem csapódott egy Renault Táliába. Kiszálltam és integettem mindenkinek, hogy lassítson. Aztán jöttek a rendőrök, de mögöttük is csattant 3 autó. Béci, köszi, hogy elküldted, az még segítene, ha megírnád, hogy hol történt mindez. Fontos információ lenne. Így is az, csak ha elküldöd, hogy hol, akkor lehet, hogy már több autó nem megy belétek. Jó, úgyhogy segíts nekünk ezzel, hogyha ekkora káosz van arrafelé, elküldöd, hogy hol van ez. Jó? 11-es Úgy-Győribe vezető szakaszán méreke szürke Oktáviából ezt romboló küldte. Megetted? Szóljál, megvárom. Kicsit nyugodtan szűrcsor már. Légy szíves. Megőrülök, komolyan mondom. Merján már még az aljába annyira be tud tapadni. Hazamegyek, komolyan. Ez a bögre hibája valahogy vagy? Nem vagyok kész. Egy csettint és a nyelve. Jó, szó. Hát komolyan mondom.
Gyerekek, ez itt egy munkahely. Ez nem egy szakkör, hát itt nem eszünk. Amióta Gyula beállított a mikrofonokat, én még a régi időszakhoz vagyok hozzászokva, amikor nem hallatszódott be semmi. Tudod, hogy olyan a hallásom, mint Vangelisnek, érted? Így van. Párvis meghalok. Mint olyan a hallásom, mint a Vangelisnek. Úgy hallok, mint érted, mint Ennio Morricone, érted? De olyan fülem van bármi meghalok. Amióta lecserélt az Orbán processzort Louis number one-ra, azóta Orbán processzor. Senki ne érte félre, tényleg van ilyen Orbán processzor. Tényleg egyébként így van. Tehát, hogy aki mást hallott, vagy gondolt az alapján, amit mondtam, én az tévedett. Ezt így hívják. Én processzor. Ezekben a vérzivataros időkben nem nyúlnék az Orbán processzorhoz. Nehogy, ugye? Ugye? Érted? Jobb vigyázni. Inkább javítsuk meg. Így van. Hát, ha hivatkozási alapján jól jön. Már Louis egyre. Ez a neve a processzornak egyébként tényleg. Na, szóval, hogy közlekedési híreket olvasnék, ha megettétek a kockacukrot, megittátok a teátokat, elfogyott a zappehely, megettétek a mandarint. Oké? Bezzeg, ha almás pitét rákcsálná, akkor azzal nem lenne baja. Hát a nénye pitéje, az ugye? Megint más, mint az én olcsó tecsós zappeljem. Törjöl a kezem, ha még egyszer hozok valamit. Azt mondja, hogy bocs, az M3-os a Nyíregyháza felé. A kocsi hozta, nénye sütötte. Tehát, hogy... Igen, én persze, én csak a futára voltam. Beesett a staniolba, meglökted a könyököt. Hogy vissza. Gondoltam rátok? Hogy eszembe jutottatok? Hogy a kis puhakacsommal csomagoltam? Nézd, 8 év alatt ez először fordult elő. Nem rossz szerint. Utoljára. Azért gondoltam, hogy nem kell többet reszkessük. Szerintem egyszerre csak túl sokat csomagoltál magadnak. Úgy közben értem rá, hogy megvan az alibi. Szerintem nem ő csomag, szerintem Viki csomagolta is. Helennél baleset a 8-as a rendőrök, vendők, tűzoltók, útlezárás Veszprém felé, ezt Gábor küldte nekünk. Ajka Tósberind, remélem így van. A trafik előtt a kanyarban baleset miatt le van zárva az út, most helyszínelnek a rendőrök, tükörjék van arra felé, és mindenki vigyázzon. A trafik vagy a trafik? Kok. Ez a trafik előtti kanyarban, hát ez most nem tudom, hogy több trafi van, ami miért, vagy egy trafik, ami cigit árul, vagy rágót, nem tudom. Pontosíts, légy szó, következő. Már a trafik nem árul cigit. Szigligeti egyenesen baleset, és tükörjég, óvatosan menjen mindenki. Komárom, Esztergom és Szlovákián keresztül az út tökéletes a járató, nem csúszik, alig nedves. Ezt is SMS-ben kaptuk, és M3-oson 8-10 autó koccant a 135-136-os kilométer között, úgyhogy vigyázzon mindenki. Nagykáló felé esik az ónos eső, és azt nézem, hogy Bandnál a 8-ason is baleset van, óvatosan menjetek. Na. Ésszel, tényleg. Jó? Igen. Megnéztük Zitát, többen kérdezitek, hogy megtaláltuk-e. Megtaláltuk, így van. Egy nagyon helyes. Igen? Nagyon helyes lány, nagyon helyes. Igen, igen, igen. Házasodik. Aj, sok Istenem. Boldogságot kíván. Most még hisz benne. Csúnya mellé nyúlás. Így van. Ahogy láttam. Most föl. Ahogy láttam. Boldogok. Ez se tart, majd csak. Adjatok magatoknak időt, nem kell kapkodni. Gondolom, gyerekeket akarnak. Majd megbánják. Ugye? Beleugranak a csokba, aztán belerokkannak. Úgyhogy... Nem biztos. Nem tudunk mindent a csokról. Még azok sem, aki kitalált. Igen, naponta változik. Kitják. Igen, Zita volt a mi játékosunk egyébként, és megszerezte az ajándékcsomagot. Nagyon helyes hangja volt, úgyhogy többen kérdeztétek, mi lett a kutató munka eredménye. Na, nem tudom, hallottátok-e, a napokban történt, és hát lehet rémüldözni, hogy hová tart már ez a világ. Ugyanis szexvideóval állt bosszút egy kamasz fiú, miután megcsalta őt a barátnője. A történet azért is gyönyörű, mert egyébként két darab 15 éves diákról van szó. És ezeknek nincsenek illúzióim, én nem azt gondolom, hogy az ember 20 évesen kell, hogy elveszítse a szüzességét, de a történet nagyon pikáns. Pikáns azért, mert hogy ők együtt voltak 15 évesen, amikor azért még nem teljesen egyértelmű, ugye, hogy hát elindulnak a nebi kibontakozás útján. Hát ők már nagyon kibontakoztak. Szexvideót is forgattak, és az eset azért is nagyon pikáns, mert hogy a fiú rájött, hogy a lány megcsalja. És azt gondolod, hogy ez még mindig csak egy hétköznapi történet, ám a 15 éves diáklány nem mással, mint a saját tanárával csalta meg egyébként a 15 éves fiút, akivel vidáman leforgatták ezt a videót. Majd a fiú, amikor rájött arra, hogy a leányzó pajzánkodik mással, ugye? Ráadásul a pedagógus. Igen, ráadásul egy pedagógussal. A hittantanárral. Tényleg? A pedagógussal. De lehetett volna, ugye? Hát azért azzal a pedagógussal is nagyon el kéne beszélgetni, igen, aki 15 éves lányjal, a tanítványával. Hát, te tényleg nem is értem. Ez kiderült, és mivel belsőséges viszonyba került a saját tanárával, ezt a fiú megtudta,
és ezért feltette az internetre ezt a videót. Dühében. Állítása szerint egyébként dühében töltötte fel a videót a Facebookra. Amit aztán az egész iskola végignézett, és hát az eset borzasztó. Szörnyülködjenek. Ja, lájkolták a videót, végignézték. Tehát itt az egyik legnagyobb probléma az ebben érted, hogy, hogy állítólag ez nem, én se láttam, hogy állítólag ez nem gyenge műsor volt, ami azon a videón volt. Tehát, hogy 15 évesekről beszélünk, érted? A rögzíted, ezt elteszed, fölteszed a gyerekekre. Hogy? Több szempontból is megdöbbentő egyébként. Piros gomb. A dolog. Hát gondold el, szegény kislány. Szóval gondold el azt, hogy az egész iskola végignézi, hogy, hogy te mit csinálsz a barátoddal. Hát szörnyű. Hát ez lelki megrázkodtatás. Hát megszégyenülsz. Tehát ez egész egyszerűen szörnyű. Képzeld azt, a tanárt, aki 15 éves diákkal együtt van. Hát már azért annyira nem tudom sajnálni. Ez egész elég komplex a sztori egyébként, mert egyik oldalról sajnálod, meg azt mondod, hogy úristen, meg hogy nem lennék a helyében, meg hogy megaláztak. A másik oldalon meg tehát ez, hogy összejön a tanárbácsival, tehát hogy ez is mutatja azért, hogy lehet, hogy mondjuk ő erkölcsileg nem volt azért nagyon a toppon. Igen, ilyenkor ugye kit büntetnek? Büntetik a tanárt nyilván, hát nem szerencsés, ugye? Sőt, kifejezetten elítélendő, ha valaki ilyet csinál. Tehát 15 éves kislánnyal, aki még gyerek összejönni, és te tanárként ezt megteszed, hát neki nincs agya valószínű. Az. Tehát a te lányodhoz nyúlnának hozzá, vagy ha lenne lányom, hát bemész és letéped a fejét, nem? Így van, hogy a beszélgetés. Így van, a nem szerencsés kifejezés, azt gondolom, hogy ebben az esetben nem szerencsés, mert hogy ez ennek az alja. Na de ez ilyenkor, ha én közzéteszem, ha elkészítem, Az tiltott pornográf felvétel? Az vagy? Nem. Egészen addig, amíg nem teszem nem kerül. Közzé. Így van. Így van, nem teszed közzé. 2-15 éves már szerintem ott azért már élnek igen, nem életet. Nem az a gond szerintem elsősorban, hanem az a gond, hogy például a kislány miért ment bele ebbe, hogy ezt fölvegyék. Vagy hogy jónak tűnik a szerelmeddel együtt, vagy szeretitek egymást, csinálod, amit csinálsz. És akkor utána ezt visszanézitek? Arról van hír, hogy ez a felvétel a lány tudta nélkül készült, mert simán benne van szerintem a pakliban. Mert ha nem tudott róla a kislány, akkor az még gázabb. Nem, ő arról tudott. Tudottak. Tehát arról elvileg ő tudott, így van, hogy ez a dolog elkészül. Nyilván azt nem tudta, hogy ez a fiú fölteszi az internetre bosszúból. Azért, hogy bosszút álljon a lányom. Hát amikor ez elkészült, akkor még a fiú se tudta, hogy ebből ez lesz. Valószínűleg amikor készült, akkor ők hulla szerelmesek voltak egymásba. Őrült szex, vegyük föl, oké. És a fiúban ugye akkor fordult meg ez a dolog, amikor valaki besúgta neki, mert valami közös cimborájuk jelentette, hogy a kislány kavar a tanár úrral. Na és szörnyű. Ekkor jött az irány a Facebook. De az szörnyű. Na mindegy, hagyjuk is ezt a dolgot, mert ez önmagában szörnyű, viszont talán voltak már néhányan abban a helyzetben, vagy voltatok abban a helyzetben, hogy egyrészt készítettetek ilyen videót, aztán ugye megtörtént a nagy szakítás, és utána valamelyik fél, általában ezt inkább pasik csinálják, elkezdte zsarolni a másik felet, hogy neki a birtokában van ilyen videó. Mi a videó sorsa? Mi történik, amikor szakítotok? Ki törli, ki őrzi? Ki az, akit már zsaroltak? Erről beszélgetünk majd a következő néhány percben. Tehát amikor ti szétmentek, akkor te megkéred a pasidat, hogy légy szíves, azokat a videókat lehetőleg törölt ki. Innentől kezdve az isteni szerencsén múlik, hogy ő valóban törli, nem tárolja el merev lemezen, nem küldi szét a haveroknak, nem nézi vissza később, vagy csak egy költözésnél mondjuk nem hagyja el. Ugye? Igen, hát, hogy azért innentek nagyon-nagyon sok. Sok tényezős a dolog. És nem cseréli véletlenül össze. Igen. Na, tokokat. Ki csinált már ilyen videót, tessék? Beszélgessünk erről egy kicsit. Hogy készül egy ilyen videó? Ki vette már föl magát egyedül, közösen, csak a csajt? Az egyedülit is. Az igen, a baj. Van, aki ezt rögzíti. Selfie bottal vagy anélkül? Apróki selfie bottal. Mi a baj? Tessék János, mi a baj? Hogy megy ez nálatok Lőrincen? Na, de általánosabban tudok mondani a lőrinciek szexuális szokásairól. Egy hosszabb körmondat. Nem, hát én azt gondolom, hogy mindenki csinál ilyet magáról. Miért csinálna mindenki ilyet? Körbenézek, akkor csak én. Most azért ez egy nagyon erős túlzás volt, mert szerintem meg nem csinál mindenki. Szerintem van az embernek mindig olyan, amikor nagyon szerelmes, hogy a Feri fogalmazott picit korábban, és van az életében egy olyan időszak, amikor persze sülve-főve együtt vannak, és lehetőleg egyfajta tevékenységet végeznek, és minden elmúlt, más mellékes, na akkor kezdél törölgetni ezeket a felvételeket. Akkor kezdél fölvenni, szerintem. De,
Hát szerintem az emberek nagy része előszeretet, akiknél aktív és egészséges szexuális élet van, azok előszeretettel készítenek ilyen felvételeket. Tehát az én szexuális életem nem egészséges, ha én nem csinálok felvételt? Így, ahogy mondtad. Igen, valami frusztrál, de nagyon. Igen, valami zavar, nem mered magad visszanézni. Tehát az a beteg, aki nem csinál. Aki nem csinál, az. Kövezzetek meg, azért én elég nyitott vagyok meg, azért elég nem, te egy technikai analfabéta vagy, és nem tudsz egy normális felvételt. Nem, túl vagyok, de hol van az arec gomb? Így van. Valamit nem mertek vállalni. Mindig csak lassításba tudom fölvenni, még timelapse-ba, és ezért nagyon furán nézzük. Igen. Hát és most... Igen. Ráadásul éppen az a 3 perc timelapse-ba. Felvezem timelapse-ba. Yes. Ennyi. Na, és itt a fussevég. Én tényleg nem csináltam még. Nem, valahogy ez nem... Ez engem nem érdekelt soha. Ti nehogy azt mondjátok, hogy ilyen nagy Pierre Rubinek vagytok, fölrakjátok a kis komódra, vagy éjjeli szekrén, és akkor ott van a porcelán, ugró porcelán tigris mellett ott videózott saját magad, mert mondjuk nálatok itt tudom elképzelni, hogy fölrakod a falvédőre, a fára, ugye, amit tartja. Most már nem csinálom, mert most már egyszerűbb lenne, nekem még Jumati kazettán vannak, olyan régen készítettem ezeket a felvételeket. Fölraktad a kis mini DVD-t a izére, a falvédőre, a keretre, tudod, és akkor ott vetett fel. De mit csinálsz vele utána? Együtt, egy vasárnap, ködös este visszanézitek, vagy amikor szakítotok, akkor jó egy kicsit fantáziálgatni, jó volt a csaj, és akkor visszanézed egyedül. Francokat földobom én is a Facebook. Most komolyan kérdezem. Nem, hát figyelj, te nem, az ember nyilván így, mint tudom, hogy visszanézed. Visszanézed? Jó vagy, ügyes vagy-e, tudod, amerikai pszichó, tudod, kis pózolok, hogy hívják, te, jól nézek ki. Csak veszed magad videóra, és közben csinálsz egy biceps póz. Persze, felrakod mondjuk egy a kis szekrényre, vagy a komod mellé, vagy az álmányra, veszel egy normális álmány, akkor be kell lőni eleve a szögeket. Tehát, hogy zoomolsz, nem zoomolsz, fölmész az ágyra, először csak szólóba, partner nélkül. Mutatod, hogy minden rendben van-e. Igen. Jó, ez nem jó, mert nem fog nagyon látszódni. Igen. Jó, ez már nem olyan rossz. Mennyire kell kinézni oldalt, a másik meg az, hogy olyan perspektívából ugye soha nem látod a magadat kívülről, mint amilyen perspektívával mondjuk a felnőtt filmekben látod. Tehát, hogy hiába mondod azt magadról, hogy na, nekem ez a kedvenc pozitúrám, úgy soha nem látod magad. De mi akkor visszanézed a csajt, hogy jó volt, megmutatod a haveroknak, hogy na nézzétek. Ez inkább na, itt szerintem egy kicsit bénáltam, de itt most jövök vissza. Na most nézd meg, most milyen jó vagyok. Nem, az ilyen videó elkészítése, az nem szól másról, mint az önfényezésről. Ez a megmutatom másoknak, visszanézem magam, jó csajt szedtem fel. Körbe mutogatom a haveroknak, totálisan megalázva ezzel a nőt, nem? Nem. De miről hát szól magatoknak? Magatoknak. Nem mutatod meg a haverjaidnak. De azért, hogy mit sem visszanézitek egy vasárnapi ebédnél? Így van. Persze. Anya, kérek meg spenótot az ebédnél. Tudod? Jól van, kislányom, mindjárt kapod a spenótot, csak apáddal visszanézzük ezt a videót. Vettél tükörtojást, nézzük már a tévét, nem így. Hát nyilván fel akarod vele pesdíteni a saját nemi életedet is. Igen? Persze. Tehát, hogy azért ezek eléggé stimuláló hatások tudnak lenni adott esetben. Hát, már egy bizonyos ideje. És te hány pontot adtál magadnak? Vagy te mi volt, amikor ezt felvetted egy SVH-s videóval? Attól függ, hogy hány pontos a skála. Egytől 10-ig terjedő skálán. Ha 100 pontos meg vagyok, hogyha 5 pontos, bajba. Egytől 10-ig terjedő skálán, hogy tetszett a saját teljesítmény? Figyelj, egy jó, egy erős 4-es, igen? Egy 5 pontoson. Csendes kisiparosként teszed a dolgot, dolgozol. Csendes? Oda dobálom a kis iparos. De hogy is le kell halkítani mindig. Tehát dobálom magam, sikoltozok. Jó vagyok, Jani, jó vagyok. Istenem, még adj neki. Csináljam. De most akkor én vagyok konzervatív, vagy velem van a baj? Egy kicsit úgy érzem, hogy... Félsz valamitől, az a baj. Csak attól nagyon, hogy elhagyom a telefonomat. Az igen, többek az között, igaz. Ezért nem merek ilyeneket töröld csinálni. Töröld le utána, nézzétek gyorsan vissza, és töröld le. Ja, azt nagyon bírom, amikor a Viki küld magáról egy képet, tudod, felvesz valami szexit. Az tetszik. Tehát Viki nincs beszarva, csak te. Nem, visszanézem magam az izzadó homlok, egy kicsit kidugott hassal, iszonyatosan reszelek. Ebben valahogy számomra egyébként semmi vonzó nincs. Tehát magamat valahogy visszanéz, ez engem nem vonzott. Most nyilván nem tudom, a csaj olyan, nem magadat, a kettőt. Kétféle rögzítős van, ugye az egyik, aki a kalandor, és akkor egy ilyen igen, egy éjszakás, az igen. Már... De az is egotrip, hogy most akkor fölveszel igen, sok-sok éjszakát igen, sok csajjal. Tehát igen, ez de az aztán, amikor megszálltad életet párját, és azok a részek már elmúltak, a nagyon nagy... Azok mennek le dobozba a pincébe. Igen, azok pincében vannak. És néha előveszed, nem mondod, hogy előveszed. Persze. Nincs itt van a feleségem, megnézem 3-mal ezelőtti exemet. Az ennyi, igen, tényleg? Hát. Már nincs olyan lejátszónk. Írasdát, olyan régen volt. Digitalizált. Vitt egy kopi generálba, vagy valahol az írasdát. Komoly veszélyek vannak egyébként ebben, mert tudod, tehát, hogy
Nem örülök, hogyha össze-vissza vettél mindenfélét. Hát ott, hogy hány ilyen telefonszerviz van, ahol ezeken sikít. Ezzel a gyerek van, milyen pici volt, még aranyos. Elmegyek, digitalizáltatok. Mi van a szakításnál, tessék? Szakítotok. A csaj ugye retteg, hogy a pasi a birtokában vannak a felvételek. Mondjuk a csaj lép ki a kapcsolatból, azt mondjuk, drágám, nem szeretlek, már találtam valaki mást. A pali elkezdi ezzel zsarolni. Hát hány ilyen eset van, amikor a saját szex videóddal zsarolnak téged? Akkor van egy ilyen közös kitörlés? Üljünk le, drágám, tiéd a Biblia, a tiéd a Larousse enciklopédia, és akkor töröljük ki közösen a videót? Igen, csak nem fogod tudni ezt megtenni, mert a válás pillanatában, vagy a szakítás pillanatában nincs ilyen hang, nem, hogy jó, na akkor a közös videóinkat töröld le. Nem törlöm. Hát miért törölném? Hát legyen, hogy kitakarnak az arcát. Csak akkor, ha csinálunk egy búcsú videót. És most minden, amit eddig nem engedtél. Édesem, mindent kitörlök, egy búcsú videó. Azt már nem rögzítjük, viszont ott adj bele minden. Ez a csajoknak szörnyű stressz lehet, nem? Mert egy paliról egy ilyen kiderül, az inkább macsós. Ha a csajról derül ki, ez megint egy hülye ilyen hímsovinista gondolkodás, de inkább a nő nem akarja magáról ezt viszont látni, amikor már nincs együtt valakivel, nem? Mert egy palinak az mindig menő, hogy na. Szeret, ugye talán egy pasi se örül neki annyira, hogy ez mindig megjelenik fönt a neten. De más, amit a Balázs mond, az tök igaz, ez egy csomó ilyen témában előjött már. Ha a hapsi csinálja, az menő, cool, trendy, fantasztikus, ha a nő, akkor ő meg egy ribanc. Tehát ez ebben is ugyanígy működik szerintem. És akkor rázumolsz a fejedre, hogy milyen fejed vársz? Szerintem nem, nincs igazad, Feri, és nagyon nem tetszik ez a gondolkodás. Nem így gondolkodom, csak ez van. Kibújt a szögazságba. Csak mindig ez van, mindig erre jutunk. Szerintem pont ugyanaz. Volt, hogy zoomoltál a fejedre, hogy milyen fejed vágsz a nagy pillanatban? Tehát, hogy mit, olyan vagy, mint egy ausztrál maki, olyan vagy, mint egy tasmán ördög, olyan vagy, mint egy egerészőr, egy hangyás sűn. Tehát, hogy milyen a fejed, azt mondjuk, kielemzett, hogy... Az a baj, hogy mindig túl sóher voltam ahhoz, hogy távirányítós készüléket vásároljak magamnak, és mindig oda kellett szaladnom. És így állítólag azért az kizökkenti az ember. Jaj, elmentem. Szaladok, hogy komponáljam azt a képet? Belakadtam gatyámba. Jaj! Úristen, de megnézzélek egy ilyen videót. Egy kis Pierre Woodmanként izad a homlokra egy vízes törölközővel a nyakadban, nagyon nem tolott. Egy szív, hát, nem van. És én iszonyatos maki fejed. Annyira. Nem maki egyébként. Nem. Kicsit felfelé emelt fejjel, nézel a nap felé. Nem, berber makákó. A kicsi kis maki teste, de nem néz ki nagyon rosszul egyébként közben. De amúgy is tényleg valamilyen próbálnám szépen megköszönni neked ezt a mai pitét, úgyhogy holnapra hozzuk be. Jó, majd leválogatok ott egy best-of-ot. Egy házi best-of-ot. Aha, csak meg kell keresni a pincébe, papírdobozba, SVS kazettát. Drága hallgatók, írjátok meg, hogy ti hogy jártatok hasonló felvételekkel. Jó, nyilván bízunk abban, hogy idősebb hallgatók írnak nekünk, tehát nem 14-15 éveseknek ajánljuk ezt a dolgot. Az mindenféleképpen elkeserítő. Nem vagyok naív, és nem gondolnám, hogy ne élnének szexuális életet, de hát felnőttek írjanak elsősorban nekünk, hogy amikor vége lett a kapcsolatnak, kinél maradt a felvétel, hogy tudtátok kitörölni? Van-e olyan hallgatónk, akit ezzel zsarolt a párja, hogyha nem jössz vissza hozzám, hogyha nem fekszel le velem még egyszer, hogyha nem békülünk ki, közé teszem a videót. Szerintem nagyon sok ilyen van, főleg az agyon digitalizált világban. A deep web sztárja leszel. Így van, fölteszem az internetre. Hány nő van, akit ezzel zsarolnak? Nagyon sok, egészen biztos vagyok benne. Hát ha van pasi, akit ezzel zsarolnak, és a volt felesége, a barátnője zsarolja, hogy ha nem jössz vissza, vagy nem tudom, nem adsz pénzt, vagy bármi, akkor közé teszem a kis házi videónkat. Jó, írjatok nekünk ilyen történeteket, hogy kivel mi történt, mi lett a házi videó. Van-e olyan hírszerkesztő, akit kirúgott egykori kalogerők? Zsarolnak például azzal, hogy nagyon nyeltél, Ákos, nagyon nyeltél. Igen, Ákos, közé teszem azt a videót, amin egyedül játszol magad. Egy női fehér neműben magas sarkuban. Éppen, hogy bejön valaki, ezt éppen íroztam, hogy ott kitárazol. Na, írjatok nekünk, jó, hogy mi lett a videós sorsa, kit hogyan zsaroltak. 8:30 pontosan jövünk az SMS-ekkel, Ákos, ide jutem. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva Vavrinka is búcsúzott az ausztrál Opertől. Így van. De jó, hogy a Raonicsot tettem. Nagyon ügyes vagy. Figyeljétek meg, hogy a Raonics lesz az egyik első olyan fiatal versenyző, aki Grand Slam-et fogja. Elhiszitek? Most figyeljátok, hogy ezt mondom. Vagyok. Szerintem igen. Nem értek a teniszhez, de valahogy én azt érzem, hogy ez a srác oda fog érni. Jaj, de. Higgyétek el. Nem vagyok tudásirigy. Nem vagyok mondatirigy. Oda fog érni.
fiatal generáció. Igazad van, János, nem tudom, kitől hallottad ezt a mondatot. Picit Erzsébe érzésem van, de mondd csak végig. Mondjad, igen, hogy? Semmi, valóban így van. Hamarosan Raonic majd, ha egyszer gyokorosz napot fog ki, ő lesz az első a fiatal generációból, aki Grand Slam-et jel. Nagyon tehetséges gyerek, egy kanadai fiú. Megnyerte Wawrinkát. Megnyerte az, ami megnyerte magának Wawrinkát. Mindenki otthonra egy Wawrinka. Nekem annyira nem jön be. Vele nem készülünk közös videó. Egy iskolai történetről beszélgettünk, ami gyerekek között történt, és ez szörnyű egyébként. Kamasz fiú megcsalta a barátnőjét, videót készített róla, a gyerek a tanárával jött össze. Hát az egész történet egyébként megdöbbentő. És hát reméljük a tanárral is elszámolnak, és megkapja méltó büntetését. Aki összejön egy 15 éves kislányal, aki a diákja, hát az felfoghatatlan. Nincs is nagyon rámagyarázat. És ugye a fiú videót csinált az együttlétről. Tudom, hogy hozzá kell szokni, hogy már a 15 éves nem gyerek, de akkor ez így kimondva egyébként szörnyű, és tudom, hogy már korán érnek, és tudom, hogy már szexelnek, de egyszerűen valahogy az ember ezt nem tudja szülőként felfogni, hogy 15 éves, érted? És már szexvideót csinál a pasiával. Felkerült az internetre, aztán mi hagytuk ezt a vonalat, és arról kezdtünk beszélgetni, hogy normális, felnőtt embereknél ez a dolog hogy van, kit zsaroltak már ilyen felvétellel, mi van, ha szakítotok, és vannak olyan hallgatóink, akiknek a párja megpróbált hasonló videókkal visszaélni. Hát nagyon érdekes és nagyon tanulságos SMS-eket kapunk egyébként, hogy mi lesz ezen videók sorsa, amikor a nagy szerelem után egy kapcsolat véget ér, és valamelyik pár tulajdonában ilyen típusú videók vannak. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello! Gyöngyi vagyok. Ciao, jó reggelt kívánunk neked! Szia Gyöngyi! Na, veled mi történt? Hát régebben az Excel-mel csináltunk egy videót. Igen. És úgy gondoltam, hogy kiírom CD-re, és hát nem mertem ráírni konkrétan, hogy mi van a videón, azt írtam rá, hogy szülinapi parti, de kettő felkiáltó jellel. Szülinapi parti, kettő felkiáltó, hát ha eszedbe jut majd a két felkiáltó jel, hogy vigyázni kell. Igen, később ilyen családi összejövetel volt, és hát úgy döntöttek a haverok, meg voltak ott rokonok is, hogy hát nézzünk ilyen régi DVD-ket. Ne! Hagy CD-k. De. Ott van az a szülinapi parti feliratú videó, te így csak, biztos jól sikerült. Igen. Közben én a konyhában voltam kint, kicsit vettem a dolgaimat, hogy majd viszek be egy kis sósat, egy kis üdítőt, egy kis ezt-azt, és akkor bementem a szobába, és addigra már elkezdődött a videó. És mindenki meglepődött szemmel nézte a videót, a férfi. Azok meg tetszett, sőt mondták is, hogy hát nézzük tovább, hát nekem nem igazán, amikor megláttam, hogy mi van a videón. De a pasi ekkor már nem volt ott, ő egy ex volt? Tehát ő már ekkor nem volt ott? Csak barátok? Ő már nem, új pasim volt, tehát új kapcsolatom volt, ő volt ott, és mit hát csináltál ilyenkor? Ledobtad a sós krékert, és egy tigrisugrással bevetetted magad a tévé elé? Vagy felkiáltottad, hogy még ropít valakinek? Hát gyorsan letettem az asztalra a sósat, és utána odaálltam a tévé elé, és mondtam nekik, hogy hogy ez nem az, aminek látszik. Ezt dadogtam össze-vissza, és próbáltam valahogy cserélni. És hát mindenki azt mondta, hogy álljak onnan a tévé elől, mert hát ők szeretnék ezt megnézni. És meg nem igaz. A dédi, vagy ha volt nagymama, nem ragadta ki a kezéből a távirányítót. Hát nézzem még, aranyom, olyan rég láttam már ilyet. Nem volt ilyen? De az idősebbek azok azt mondták, hogy ilyet is lehet, hogy felvenni CD-re, hogy ezt hogy csináltam. Tehát szinte kérdezték a 70 pluszosok izgatottan. És a videót miért csináltátok? Tehát az csak úgy viccből, vagy fokozni a dolgokat, vagy majd később visszanézés szándékából miért készítettétek? Szerettük volna később visszanézni. Kíváncsi voltam, hogy végül is így milyen vagyok, tehát így felvéve meg, hogy milyen ez az egész. És elégedett voltál? Hogy magunkat nézzük. Hát, igen. Na, jó van. Nagy volt a műsor. De majd mi ezt eldöntjük. Hozd be, légy szíves, Üllői 102. Így van, egy teljesen objektív zsűri kielemzi a felvételeket, és meghozza a döntést. De nem volt szó arról, hogy zsarol a pasid ezzel, vagy te, vagy visszaérsz ezzel, tehát senkinél ez nem jött szóba, nem? Nem jött szóba, sőt, utána mondták a férfiak, hogy nem esetleg lehetne másoltatni, és mondtam, hogy nem. Az milyen beteg, úristen. Aranyom, nagyon tetszett a szülinapi DVD. Másolnám belőle egyet, itt van a laptopom. Az kemény. Az új pasiddal is csináltál ilyen videót? Nem. Nem, mert félek, hogy még egyszer így járok. Következő szüli napon figyelj. Legalább össze tudják vetni, hogy fejlődtél, vagy nem.
Nagy megmondja. Igen. Azt ez jobb volt, mint a tavalyi kicsim. Álljon, pár év múlva egy best of. Igen. Gyögyi, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello, puszi, puszi. Na nézzük, mit jön a hallgatóink. Barátom vett egy notebookot a neten egy hapsitól, és a notebookot a srác barátnője adta át, a gépről semmi nem volt törölve, különböző lánynevekkel voltak rajta mappák. Köztük az a lány, annak a lánynak a nevével is, aki átadta a gépet, ezt Tamás küldte nekünk. Nekem az egyik ismerősömmel esett meg, hogy a barátjával leforgattak egy ilyen videót, majd a lány kapta az üzenetet, hogy mintha látták volna egy pornó oldalon. Utána néztek, és a fiú mindent feltett az egyik ilyen oldalon, ahol több mint 90 ilyen videó van, róluk is több volt, kettőjükről. A lány 17 éves volt, a fiú pedig 18. Azóta a rendőrséggel leszedették a videókat. Azért ez durva, írja egy hallgató. Hát ez a szemét dolog, amikor a pasi ilyet csinál, ugye, és feltölti egy oldalra, igen. Az én barátnőm nem akart engedni, hogy csináljak ilyen videót, pedig mondtam neki, hogy kitöröljük utána. Egyszer rávettem, majd a szemem láttára kitöröltem, de aztán hazamentem, és egy bizonyos programmal mindent visszabírtam állítani a memóriakártyán. Azóta is megvan CD-n a szekrényben. Már nem vagyunk együtt, de nem amiatt, mert mindez kiderült. Az előző kapcsolatomból 5 videó is van, 4 évig voltunk együtt a lányon, nagyon csúnyán lett vége, a felvételekről tudott, a szakítás után viszont nem töröltem őket, bár ezt nem is kérte, de nem fordult meg a fejemben, hogy ezekkel zsaroljam, és az se, hogy ezt feltöltsem bizonyos oldalakra, nem hiányzik a balhé, de azért a haverokra gondoltam. Csúnya dolog. Csúnya dolog. Egy igazi barát. Egy igazi úriember. Hát ez nem szép dolog. Exem megfenyegetett, hogy megmutatja mindenkinek a home videót, ha nem adom oda a hűtőt. Mi? Jézusom, te piti! Úristen! Nem adtam, megmutatta a barátnőinek. Nem má! Akiből 3 a videó után megkeresett. Jó, azért ez kicsit ilyen. Láttuk a videódat. Aha. Velünk is rosszalkodnál picit? Igen. Kettővel azóta meg is történt. Mondjuk ez mennyire szockós, nem? A hűtőjé. Hát fia, az kellett az új lakásba. Hát a sör valamivel csak kell, hogy hűljön. Ha nem adod oda a mikrot, a fritút, és a centrifugát. A centrifugát meg a botmixert, megy a netre az egész. Jézusom. A férfiakat ösztönzi, ha szerepelhet, jobban próbálnak megfelelni a videón. Nekem gyűjteményem van, de soha nem éltem vissza velük. Ezt Joci küldte nekünk. Volt barátom is készített videót rólunk, de mindig ügyeltem arra, hogy az arcom ne látszódjon, hogy a későbbiekben ne legyen gond ebből. Ő miután szakítottunk, nem élt vissza a helyzettel, nem mutogatta senkinek, megtartotta a saját szórakoztatására. Dorka küldte nekünk. Ez egy macerás forogni. Azért az igen. Miért így csinálod, kicsit, hol a kamera, hol a kamera? Rohadt nagy Tesco szatyorral a fejeden, tudod? Azért arra nagyon kell figyelni. Fordíts arra. Igen. Mi sosem néztünk vissza ilyen videókat, pedig sokat csináltunk az exemmel. A családi videók CD-tokjába rejtettem, és átvittem anyámékhoz nosztalgiázni. Szép történet, hasonlíthat az előzőhöz, igen. Volt barátnőmmel csináltunk videót, a kapcsolatunknak vége, de a videó még megvan, eszembe se jutott közszemlére tenni. Tehát azért vannak normálisabban gondolkodó hallgatók, hál' Isten, akik ezzel nem élnek vissza. Lányos apuka vagyok, üzenem a lányom leendő pasiának, hogyha ilyet csinál, tanuljon meg az orrával telefonálni, mert nagyon sokáig nem fogja tudni használni a kezét. Az, hogy nem fog tudni feneket törölni, vagy hogy miért nem fog tudni, azt majd ő kitalálja, hogy oldja meg. Attila küldte nekünk. Veled vagyok, Ati. Most gondold el tényleg ennek a lánynak a szüleit, akinek felkerült a videója a Facebook oldalra, és az egész iskola megnézte. Elképesztő. Nem és szegény hogy... kislány. Igen, csak... Az, amely bele se gondol, tudod, hogy ez lehet a következménye. De 15 évesen nincs annyi esze. Nincs. Terelmes nincs vagy, jó hercnek tartod. Igen. Bele se gondolsz abba, hogy ezt egy 3 nappal később az egész iskola megnézi. Ha megfordul a dolog. Igen. Janinak nem újdonság, de nézzétek meg, hogy mennyi ex-girlfriendes videó van a neten. Ezt Krisz küldte nekünk. A Google-ba is sem? Ex... Zen el a támot. Egyik ismerősöm a lány tudta nélkül felvette, ahogy a lányjal együtt vannak, azóta ezzel zsarolja, sajnos a lány nem tud mit csinálni. Ezt értem, hogy ne tudna mit csinálni. Hát el tudsz menni a rendőrségre, tudsz szólni, hogy ezzel zsarolnak, igen, a rendőrség elkapja igen. A pasit, elkérik tőle a videót, de hogy nem tudsz, mit csinálni? A zsarolásnak nem kell engedni, ha téged ezzel zsarolnak. Azért nem kell belemenni újra, mert téged ezzel zsarolnak, hát fel kell jelenteni. Szerintem szégyelli.
Szégyen. Hát jó, de hát a sokkal rosszabb, ha újra és újra megteszed azért, mert valakinek a birtokában van egy olyan. A zsarolás miatt tudsz csak jelenteni, nem azt, hogy mivel zsarolnak, tudod? Igen, igen, hát, de abszolút kikerülhető, hogy téged felelősségre vonjanak érte. Egyszerű az oka, vagy egyszerű nagyon a dolog, mert hogy azt mondod, hogy ellopták a telefonodat, vagy elveszítetted a felelősségre. Telefon. Hát nem vonnak felelősségre. Bemész, hogy a palit téged zsarol. Nem, a palit. A palit nem tudják felelősségre vonni, mert pontosan elég neki annyit mondani, hogy elveszített a telefonját, és az, aki megtalálta a telefont, azt felrakta az internetre. Lehet, igen. Bali, a csajok az esküvői videót nézik vissza, és pityeregnek közben, mi pasik ezeket a hetyegőseket, és nem is sírdogálunk közben. Hát lehet, hogy akkor ezért készülnek ezek. Igen. A csajok szeretik visszanézni az esküvői videót. Hát kinek mi a szép emlék? Ki mire gondol szívesen? Igen. Nekünk a feleségemmel egy terrányi fotónk és honvideünk van, amelyikünk előbb hal meg, annak az urnájába kerül a szintén elhamvasztott mobil Winchester. Ez elég beteg? Kérdezi egy hallgató. Egy terrány. Amíg minden szép, addig ez jó. Ugye, csak itt nem akarom előrevetíteni a dolgot, de ha ti összevesztek, és akinél marad a terrányi anyag, annak azért van kártya a kezében. Ugye? Alex írta nekünk, hogy én is csináltam egy ilyen videót a párommal, és elkészült a videó, a Kacsamesék című videók azért vettük fel, a 7 éves öccse egy hét múlva az egészet végignézte. Kacsamezék. Kacsa és és a gyerek másfél órája dermedten ül a szobában, tudod. Nem mer megmozdulni. Nem merem emlékezni. Csabikám, miért vagy olyan csöndben a szobában? Minden oké? Tudod, és kikerekedett szemmel a gyerek. DuckTales. És aztán hirtelen bejön. Azért az szép, igen. Na, hát óvatosan ezekkel a videókkal. Ésszel tényleg. Nem tud valaki SVH-s magnóról digitalizálni DVD. Nem is tudtam, hogy te ilyen kis Pierre Woodman-ben nyomod egyébként. Fiam, hát most kameraérzékeny. Te is, te is mondogatod, amit Pierre Woodman, hogy kicsi kuki, nem fáj. Mi? Te is kicsi ezt mondogat. A Pierre Woodman állandóan ez. Hasonló, mert a fizi vizsgátok hasonló egyébként. Ja, igen. Azért kérdezem, te is mondogatod neki, ez a szavajárás. Isten, már nem is emlékszem rá. Film karcos, fekete-fehér, régi felvételek. Igen, neked még daguerotípiáid van. Közvetlen Kossuth beszéde mellett néhány fekete-fehér fotó. Na, mutatjuk, hogy mit kell kitalálnotok, jó? Drága hallgatók, mert hogy jön a beugró hármasugrása. Ez a beugró hármasugráshoz. Figyelj mindenki. Ó, hát ez könnyű. Rádus az egyik? Ja, nem. Vagy? Nem. Vagy? Az sem. Még egyszer? Hát nem kell szerintem. Nem kell, aki ugye? Aki nem tudja, az másodikra se fogja. Jó. Jelentkezzetek játékra. Jó? Ez a beugró. 2 darab előadó, 2 darab dalcím, amire szükségünk van. Küldjetek el nekünk, ha felismertétek az előadókat és a dalokat. Gyorsan egy pici közlekedés. Autó keresztben az M7-esen Pest felé a 192-es kilométer előtt. Csak a belső sávba lehet elférni. Minden tiszta törmelék. Előtte le van fagyva az út. Veszélyes, mert hirtelen fékezni kell, ezért mindenki menjen lassabban arra felé. Zoli küldte nekünk. Nagyvázsony Veszprém között 4 személykocsi az árokba csúszott. Ott is van egy kis torlódás. Az M7-es 163-as kilométerénél egy Kia keresztbe a pályán, rendőrök még nincsenek. Te jó Isten! Mérnek a rendőrök a 832-es úton Nagy Gyimót és Pápa között, valamint Sümeg és Bazsi között tükör az út és frontális ütközés, teherautó, személyautó. Sümeg és Bazsi? Van-e, hogy Bazsi? Bazsi. Bazsi? Bazsi? Bazsi. Tényleg? Bazsi. Oda költözöm. Hogy jönülhetjük most a Bazsi? Sziasztok! Még én jöttem? Vagyok Kussaj. Jó reggel, Bazsi! Én vagyok az! Itt vagyok! Takarodjál már! Nem még kell egy új polgármester? Figyelj, indulj! Indulj? Indulj a következő választásokon. Sebestyén Balázs, Bazsi. Igen. Ki képviselhetné? Kidelsebben ezt a települést, mint én, Bazsi! Bazsi? De mit szól ez, Bazsi? És ez átadjanak hozzá? Nem a maguk. Kérdezem én, mit szól hozzá Bazsi? Én a következő. Nem maga. Bazsi, mit szól hozzá? El kéne indulnom. Ki Bazsi polgármestere? Most. Mondjon. Nyilván kiváló ember. Adja nézzük vissza meg a mondát. Mondjon. De alpolgármester szerintem lehetnél. Vagy nem az akarok. Miért nem? Most azzal mi bajod van? Az mivel jár?
Mit? A kevesebb meló. Így van. A felelősség mindig a polgármester terhelő. Hát a polgármester az nem egy olyan nagy sztori. De ugyanakkor mégiscsak ott vagy tűz közelben. Ez jó, ha egyszer visszavonulok, meg vagy, mit csinálok. Figyelj, Zala és Veszprém határa. Hévíz mellett 20 kilométer. Nagyon jó hely. Szentes Lászlót kell legyőznöd. Szentes László. Most megvan. Engedd el, meg vagyunk. Csörögjett rá most. Tudod, hányan laknak, Bazsin? 398 ember. Egy ilyen család lennétek. Figyelj, annyit simán le is fizet. Egy szabad szemmel látható összeggel megérkezem. Hallod, megvagyok. Tök jó. Isten király lenne egy Bazsin. Kezit csokolom, meghoztuk a krumplit, a lisztet és a cukrot. Valamint 50 000 sikor az ajándékutalmány és a színes tévé. Micsoda? Ezt kitől kaptam? Az új polgármester. Nem az ugyan, de majd már rajta van az ügyen. Jaj, 4 perc a pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. A magyar leány szaladott tesz hajába, észtizik, ha benne van a bajába. Hey! Ne belekapaszkodok én a szaladba, édes rózsám, hadd tegyem be varogobozomba. Szaladjunk a kert végébe, átadazom, siessünk, mert most még áll a falfújba. Morning Show. És most folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, 9 perccel. És hétfő van, egy újabb hétfő. Mi itt vagyunk, veletek vagyunk. Együtt érzünk veletek. Mi is érezzük a hétfőt. Nekünk se jó. Nektek se. Legyen. Ja, bocsánat. Reméljük. Nem, természetesen. Ahhoz képest szerintem nem rossz ez a mai nap. Nem egy tipikus hétfő. Nem, főleg, hogy Raonic behúzta Wawrinka el. Na, pláne. Haj, de örülünk, mi? Meg főleg, hogy a hétvégén átléptük az 500 000-es nézettséget. A dallal. A Polgár Peti és a Hungary Cool Hunadal című tétele, ami az előbb szólt itt a rádióban. 521.567-es nézettségnél tart jelenleg a legnépszerűbb videó megosztó portálon. Gyerekek, én belenéztem ebbe a dalba, és nekem nagyon nehéz mindig kritikát megfogalmazni. Azt mondják, RTL-es vagy, úgyse mondhat senkiről semmit, pedig én mondtam jót TV2-s műsorokról, én mondtam jót MTV-es műsorokról, ha van... Tehát tényleg ne így nézzétek. Én belenéztem. Hát, szóval kellettünk volna oda. Igen, én azt nem értem, hogy miért nem. Tehát, hogy miért nem került beválogatásra ez a dal. Hogy nem, miért nem most... lehetett volna egyszer azt mondani, hogy basszus. Jó, igen, itt vannak ezek a nagyon tehetséges, nagyon szimpatikus fiatal zenészek az egyiknek. Így áll a haja, a másik úgy van kifestve. A harmadik meg. Igen, meg szóval... emiatt szomorol. Tényleg, de nem is baj, hogy minket nem válogattak be, és belőle nem az elkeseredés szól, hát azért hál' Isten van más téren az ember életében siker, és nem hiányzott ez volna oda annyira. Én örültem volna, mert jót tett volna magának a palettának, hogy ott van egy teljesen más dal, mint az önmagukat egyébként érthető módon nagyon komolyan vevő énekeseknél, akik viszont annyira tucat dalokat, semmit mondó dalokat, és nem hogy slágereket hoztak, hanem ilyen tinglitangli, nesze semmi fog meg jó dalokat hallottunk, hogy hát én nem tudom ebből ki tudnék elképzelni jelen pillanatban az Eurovízión. Ugye lecserélték a zsűrit is, nincs Filip, nincs Csiszár. Igen, Piero az egyetlen, aki megmaradt a korábbiak közül. Én a Pierónak a kritikáit egyébként szeretem. Nagyon jó kritikai vénája van, nagyon jókat mond, ért hozzá, és ha valami nem tetszik neki, vagy valaki nem tetszik neki, azt is elmeri és el tudja mondani. Kevésbé értettem a Zsidát, akinek nem egy kritikai vénája nincsen, hát egész egyszerűen nem is értem, hogy mit keres ott. Az a fiú, én nem ismerem őt, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mit csinálott, tehát sokat nem tett hozzá. Hát a Frenreis, mondom, a nevével került oda. A Frenreis nagyon jó zenész. Én sose értem a stúdióban alapszemüveget. Tehát egyszerűen nekem annyira zavaró, és azt is megmondom, hogy miért, mert nekem egy kell, hogy lássam valakinek a szemét. Vette végig. Hát én nagyon kevéset néztem belőle egy 20 percet, akkor nem. Kell, hogy tehát a tekintet nagyon sok mindent elárul. Tehát ha valaki beül egy ilyen stúdióban napszemekbe, most ha nincs szürke hájogja, vagy gyulladása, vagy fényérzékenysége, én nem, egyszerűen nem értem. Ezer éve így tolja, tehát hogy nála ez az image? Igen, ez nem annyira meglepő. Tehát hogy körülbelül olyan, mint a Demi Rózsi, vagy a Presser. De vannak olyan állandóan... napszemegek, ahol kicsit áttetszőbb, és nem ennyire sötét, és látod a szemét, hát úgy komolyan úgy nézett ki, mint
önmagában volt egy gárdának. Vagy tolja fel a homlokára néha, érted? Amikor ő zsűrizik, akkor megemeli, fölrakja, elmondja, visszateszi. Nekem kicsit mindig úgy nézik, mint egy fehér Stevie Wonder. De elkezd a fehér. A megvalósítás szerintem szép, tehát az összkép egyébként baromi jó, és nagyon szép, és az egész nagyon klasszul néz ki. Tényleg. Tehát, hogy az abszolút rendben van. És jó színvonalú műsor, amilyenek a bejátszók, ahogy kinéz a kisfilmek, tökéletes. Csak még itt nagyon szép. A komolykodás, amit évről évre már láthatunk. A komolykodás, illetve az előadók, igen. Nagyon komoly dalokat, és nagyon komoly véleményt igyekszik megfogalmazni. Tehát így szórakoztatni kellene, nem? Vagy legalább egyszer. Hát legalább ez egy nemzeti dalválogató. Hát itt nem lehet szórakoztatni. Persze, lehet, hogy... Itt komolyan tét, János. Mi nézzük ezt egy kicsit máshogy, de mondom önmagában a megvalósítás... A megvalósítás ahhoz képest, hogy az MTV-nak még egy vezérlője sincsen, ahhoz képest azért ez nagyon profi volt, és nagyon jó. Dehogy nem, csak a Kossuth téren. Egy közvetítő kocsiból nyomják. Tehát az egyébként tényleg nagyon klassz volt. Nekem a dalokból hiányzott az a fajta átütő erő, hogy azt gondolom, hogy ezt akarom látni. Hogy ő képviselje minket. Ezzel a dallal ez az előadó, nem? Itt egy himi-humi, itt tudsz dalok voltak, semmi kiugró nem volt. Magyarul énekelt valaki, vagy már mindenki angolt nyomott? Vagy voltak magyar nyelvű dalok? Voltak. Volt. Aha. Én nem láttam most. Mindenki túlságosan komolyan veszi magát. Még mindig nem értjük, hogy miről szól az Eurovízió. Mindenki más bulizni megy oda, mi meg oda megyünk a világot megváltani. Meg oda megyünk a világot megváltani, és én nagyon komoly dalok, és ahelyett az egész valahogy sokkal felszabadultabb, könnyedébb, lazább, viccesebb, jó hangulatú dolog lenne, körülbelül úgy készülünk rá, mintha arról lenne szó, hogy ki énekelje, mint az Oscar átadó betétdalát, nem? Vagy főcímdalát. Tehát olyan szintű komolykodás, olyan fajta szakmázás, hát nem? Ez egy vidám dolog, el kéne menni kicsit hűlni, lehetnének vicces produkciók, szórakoztató produkciók, oda nem illő, egészen fura produkciók, mert nagyon-nagyon hiányzik. Azt gondolják, hogy ha egyet ilyet betesznek, valószínűleg akkor hitelét veszti az egész műsor. De nincs hitele. Az egész Eurovíziónak nincs hitele. Az egész Eurovízió egy pénzkidobás. Egy nagy gicsparádé. Most a pénzkidobás nem biztos. Egy össznépi szórakoztatás. Igen. Gicses, semmiről nem szól. Nem tudsz elmondani, nem tudsz megemlíteni tavalyról öt előadót igazából. 3 évvel ezelőtti győztesről már fogalmad nincs, hogy kicsoda. Oda mész, jól érzed magad, és egy nagy össznépi buli az egész. Hát akkor ilyennek kéne lennie. Ennek mi itthon gondoljuk is. Róla, egyébként, vagy a zsűrinek egy zsűri kicsit nem gondolja így. Könnyedén tehát, az, figyeljetek, amikor... Mert mondom, megvalósításában egyébként kiváló. Nézzétek a műsort, mármint a dalfesztivált, és akkor azt látjátok, hogy mondjuk jön be egy komolyabb dal a Sok limonádé közé, még a közönség is lefagy tőle ott. Tehát, hogy hirtelen nem tudják hova tenni, nem tudnak vele együtt mozogni, nem tudnak rá igazából jól reagálni. Van egymás után 3-4 olyan dal, ami csak a bulizásról szól, meg csak poé, meg happy-k vagyunk, meg élvezzük az életet, meg egy hatalmasat, ropjuk a táncot, meg ezért bóckodunk, és akkor bejön egy komoly dal. És akkor mindenki így, az egész közönség, meg az egész csarnok így nem, ha meg lennének fogva. Szerintem azért vannak nehéz ilyen helyzetben a készítők, szerintem, mert igazából nincsenek túl jó dalok. Aha. Tehát ez a dalokon megy el, mert mondom, önmagában a megvalósítás egyébként jó. Így kéne, hogy kinézzen. Tingli, tangli, himi, humi, nesze semmi fog meg jó dalok vannak, se nem sláger, se nem jó, kicsit hamis, kicsit ilyen, kicsit olyan, és így nem érzed azt, hogy ezt a dalt akarom. Ez egy jó dal, na induljon elő, neki drukkolok, hanem ilyen... De önmagában nincs jó magyar dal most a piacon, nem jelentkezik a jó magyar dal írója a dalra. Van jó magyar dal most, amire azt persze, mondjuk? Persze, csak nem került be, Polgár Petés a Hungarikus. Na most azért nem mondogatom ezt, hogy nyilván, aki magára veszi azt, hogy na a fiúk sértettek, de tényleg nem erről beszélek, tegyük félre, megpróbáltuk, nem jutottunk be, nincs ezzel semmi, az egész egy geg lett volna, tehát hogy ezzel nincs baj. De kellenének jó dalok, amit úgy érdemes benevezni, vagy úgy érdemes elindítani. És sokszor azt érzem, hogy ha nem az előadná elő a dalt, aki, tehát, hogy nem egy név lenne, akkor be se került volna. Tehát nem lenne ott egyszerűen. Hogyha nem lenne neve az előadónak, hogyha nem lenne egy befutott arc. Hát pedig állítólag ez ugye a dalok versenye, tehát, hogy az előadó az csak mint egy személy van ott, tehát itt a dalokat versenyeztetjük, vagy versenyeztetik. Igen. Ott volt az a finn heavy metal zenekar, a Lordi, emlékeztek rá? Persze. Egyértelmű. Na, hát ők indultak, ugye?
viccből annak idején szerintem. Ugye, és meddig jutottak? És megnyerték, mert szerették az emberek. Szerették azt, hogy az egész egy totális őrület, hogy az egész semmi másról nem szól, csak a showról, hogy bejönnek szörnyek, és nyomnak egy egyébként nem is olyan túlságosan kemény zenét, mert a Lordi azért nem egy brutál metal csapat, hanem egy egyszerű ilyen kis, hogy hívják, ilyen soft metal. Igen. És utána a 2000, nem tudom mikor, 6-7-ben megnyerték ugye az Eurovíziót. Uh-huh. Itt mi lett volna, hogy bejön négy csávó metált nyomva maszkokban? Hát a zséd az szerintem kitér a hitéből. Így van. A Frenrej szerintem ő visszaadta volna nem tudom, a zenész diplomáját. A megyés püspök kiátkozta volna a MTV-át. Igen. Tehát ők ugye aztán ezzel a brutál jó produkcióval tényleg meg is nyerték az Eurovíziót. Na valami kicsit ilyen formabontó, ilyen meghökkentő dolog hiányozott erről, vagy ebből a műsorban. Persze még lehet, még jönnek újak? Jönnek, persze. Hát ez még csak az első kör volt. Úgyhogy még bizakodhatunk. Lehet, hogy a következő tele lesz majd maszkos metalzenekarokkal. Igen, ebben meg. Ja, igen, valószínű. Ebben bízom én is, igen. Na mindegy. Jól van, hát meglátjuk. Azért mondom tényleg, önmagában maga a műsor, hogy össze volt rakva, az kiváló volt. Az abban nem volt hiba. Na, hát akkor az már egy jó pont. Tessék? Akkor ez már jó pont. Az már egy jó pont, igen. A Lordi a legjobb, Balázs mondjon le. Hát most én pont őket dicsértem. Ezt mondta, te figyelj oda. Pont őket dicsértem. Igen. Na játszunk, itt van már is egy hallgatónk, akinek sikerült kitalálni, jó, hogy mi volt a dal, úgyhogy, vagy milyen dalokat mutattunk, valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Még nincs itt az elő. Az előbb itt van. Most itt van újra. Halló! Sziasztok! Hello! Hello! Szia. Tamás, ciao! Hello, honnan sziasztok. Hívtál minket? Szentkirályról. Szentkirály. A nagyon híres ásvány. Az ásvány vizes. Ott dolgozol. Ja. Nem. De mellette lakok. Na, szép. Az menő is. Az ablakon átlátok hozzájuk. Tényleg? Aha. És mit csinálnak most? Vizet. Most mindjárt kinézek, megnézem nektek. Tényleg megnézik. Imádalak. Kérlek szépen, most körülbelül 11-12 kamion áll bent, és pakolják őket. Viszik a vizet. Így van, nagyon megy. És te mivel foglalkozol, Tamás? Én takács vagyok. Ó, Csárdában, étteremben, merre? Igen, Lajos Mizsén, hát ott voltunk most nemrég. Igen, nem messze voltunk tőletek. Csapatépítőn ott azt voltunk. Azt hittük, te főztél. Nem, sajnos nem. Jól megy a Csárda? Nagyon. Nagyon? Igen? Igen. Hát akkor jó a szakács, nem? Gondolom én. Hál' Istennek nem csak én vagyok jó. De mi, szakácsnak fél tízkor már nem kéne bent lennie? Most nem. Majd holnap reggel. Szabad nap van. Szabadnapos vagy? Nem, reggel végeztem. Ja, hogy reggel végeztél? Igen. Éjszaka te előfőzöl, vagy megfőzöd a kajákat? Vagy? Éjszaka is nyitva vagyunk. 0-24. Nehogy megmond, hogy konkrétan még ez az a csárda, amiből van régi meg új? Nem. Akkor nem tudom. Fiatal és idős? Nem. Akkor elég sok csárda van Mizsén. Nagyon sok van, tényleg egyébként. Milyenek a kérdések, Jánsoá? Nézem. Köszönöm egyébként a kérdést. Azt mondja, hogy kis lájtos hétfői menni fog szerintem. Na nézzük. Hasítsunk. Így szól az első kérdés. Melyik ország királya ajánlja fel a lánya kezét János Vitéznek Petőfi Sándor művében? Húha. A betyárjár, bekérdeztél ezzel azért. Nem, olyan triviális. János Vitéz. Melyik ország királya? Hát... Nem láttad a rajzfilm változatot? Annak nem, sajnos. Nem láttam. Hát ez nem volt egy túl hosszú játék. Hát ilyenkor legalább be kell blöffölni valamit. Most mit mondanál, ha még lett volna egy pici időn? Mondj egy országot. Magyarországon. Melyik? Magyarországon. Nem. Franciaország. Hát. Nem volt meg ez? Nem, sajnos. Nem látta, vagy régen látta. Nem is láttam, szerintem. Nem, igen. Hát ez rövid volt. Köszi a játékot. Én köszönöm, srácok. Jó pihenés neked. Hello. Köszi, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát, tudom, meglepődtem rajta, hogy ez nehéz. Na mondd.
Ja, hogy meglepődtem. Én imádtam egyébként a rajzfilm változatot. Abszolút. Delhuszagjon. Örökbecsű. Kis zenéjével. Hallottátok az Ubert verő taxisokat? Hát, Uber sofőrt verő taxisokat? Hát figyeljetek, elképesztő ez az ország, komolyan mondom, beszéljünk róla néhány mondatot. Ugye a 18. kerületben történt, hogy egy Uber sofőr... Semmi közöm hozzá. Nem voltál benne? Megérkezett a helyszíre, és... egy bár közelében történt igazából a dolog. Egy férfi Ubert rendelt ugye egy kocsma elé, megérkezett a jármű, amit korábban egyébként taxiként használtak. Igen. Állítólag, taxi sárga színű volt. A kocka. És egy kis idő múlva állítólag az egyik ittas férfi megkérdezte, hogy elvinni egy bizonyos címre, a férfi nemet mondott, szóváltás közben pedig az önjelölt utas megkérdezte, hogy állítólag a sofőr Uberese, dulakodás kezdődött kettőjük között, majd a verekedő taxis társai is beszálltak a verekedésbe, és ütötték, rúgták, ráléptek a fejére. Állítólag, és ez a legmegdöbbentőbb az egészben, azt mondta a srác, akit bántottak, hogy azt mentette meg, hogy úgy kellett tennie, mint a medvetámadás esetén teszik ezen. Tehát halottnak tetette magát, és akkor békén hagyták. Nagyon csúnya helybe hagyták, Zórát is eltörték, elrepett egy bordája. Gyakorlatilag abból indult ki a civakodás, hogy az a részek fickó, amikor kiderült, hogy Uberesről van szó, mert észrevette ugye a telefont a kezében, meg az applikációt, akkor lerúgta a tükrét, és akkor kiszállt a srác az autóból, hogy rendezék valahogy ezt a dolgot, vagy egyáltalán. Erre ugye elkezdtek dulakodni, akkor a presszóból kijöttek még egy páran, és ők is beszálltak. Igen, egyetlen, aki verekedett, annak nincs is most vezetői engedély, mert egy kilítás vezetésért már korábban bevonták. Igen. De mégis zavarja azért, ha valaki uberezik. Milyen világ ez? Ti értitek? Hát ezt és ugye kiderült, hogy a 6 emberből 2 taxis. Igen. És a másik 4 az miért? Tehát ők a két taxisnak voltak a barátai, és akkor csak úgy önszorgalomból beszálltak. Érted? Az a két taxis se kaphat felmentést azért, mert te taxis vagy, nem verhetsz meg übereseket. Senki. Az egész egyébként. De a másik 4 az hogy? Hatan egy ember. Igen. Tehát, hogy így nem az lenne egyébként az alapvető, hogy adott esetben kimész, meglátod, húzakodnak, igen, ott van a havarod, persze, részeg, de pont azért, mert részeg, vagy pont azért, mert ittas, megpróbálod leszedni arról az emberről, akit éppen üt meg rúgdos. Nem, ők is beszállnak. Nagyon jó. Elképesztő, ez a megoldás? Tehát, hogy ha most egy Uberes vagy, akkor nézik, hogy milyen címre mész. Ugye az Uberen a térkép kijelzi, hogy hol vannak Uberes autók, és oda mennek majd a taxisok, hogy jó, megverik őket? Tehát ebben látják, vagy így látják ezt, így akarják megoldani a dolgot, az Uber kontra taxis ügyet, hogy verjük meg őket nagyon jól. Így semmit hát, ha elmegy a kedvük az Uberezéstől. Az Uberesek ugyanolyan emberek, mint ők, és ugyanúgy meg szeretnének élni, mint ők, ugyanúgy családot próbálnak meg eltartani, próbálnak meg egzisztenciát teremteni, ugyanúgy próbálnak meg csekkeket kifizetni. Hogyha vannak az Uberesekkel kapcsolatos fenntartások, ugye nagyon sokszor előveszik ezt a nem adóznak, vagy hogy nem olyan feltételekkel dolgoznak, mint a taxisok, akkor sem ez a megoldás. Nem a tetlegesség, meg összeferünk valakit, meg letördeljük a tükrét, meg összerugdossuk az autóját, meg hasonlók. Ez egyszerűen nem megoldás. Ezt nem így kell elintézni az ilyen jellegű dolgokat. Sőt, azért valljuk be őszintén, ez ilyen esetben visszafelé is sül el a dolog. Mert ki az ember, akinek ezáltal szimpatikussá válnak a taxisok? Senki, hát a taxisoknak ez most már sokadik húzásuk, nem igazából ellenük beszélve ebben a dologban, de egy kicsit mégis igen, a tüntetés volt az első, amikor emlékszetek, pont te mondtad Balázs, hogy a legtöbb Uber alkalmazás letöltés aznap történt meg, amikor elkezdtek. Nem volt szerencsés nekik, igen. Ez az egyik, és most húznak egy ilyet, amikor mindenki azt fogja mondani, hogy nem ez a két taxis volt a bunkó, hanem a taxisok bunkók. Mert igen, megvertek igen, egy igen. Uberest. De sajnos ez egyébként az országra jellemző az általánosítás mindenféle tekintetben. Még akkor is, ha nem akarunk általánosítani, és a taxisok között vannak rendesek, persze. És van olyan is, aki soha nem verekedne, most mégis azt érték el ezzel egyetemben, hogy megint azt mondja mindenki, hogy a taxisok néznek, milyen bunkók voltak, mert megvertek egy mondom, Uberest. Én nem győzem eleget hangsúlyozni, én mondtam, amikor először beszéltünk erről a témáról, akkor is én hosszú évek óta, de egyébként ez mind a hármunkra igaz, hosszú évek óta egy-egy cégnek ugye a szolgáltatását igénybe veszük, hát nálunk ugye a rádió esetében egy konkrét cégről van szó, és alapvetően elégedettek vagyunk a taxis szolgáltatásokkal. De ettől még az ember ugye kipróbálhat más szolgáltatásokat is, és nyilván nem az alapján fogjuk megítélni mondjuk a taxisokat, hogy most melyik szolgáltatás nyújt nekünk a többet. De itt emberi dolgokról van ám szó. Na, szomorú a történet. Igen, igen.
És hát lejáratják a többi taxis, hát azért tényleg vannak normális taxisok. Igen. Tehát hogy ne volnának, nem nyomorész szerintem buherálja az órát, ott van, tiszta az autó, elmegy, és kitesz magáért, és azt gondolja, hogy ez a munkája, jól csinálja, nem? Tehát ezzel mindenkinek ártanak, akkor már nincs ember, aki ne az Ubereseknek drukkolna. De tényleg, nem? Okay. Ezek után, meg aztán pláne. Én remélem, hogy örökre elveszik az engedélyüket, és rács mögé kerülnek. Tehát ez a hatarúgnak egyet, ez meg aztán felfoghatatlan. Hát ez igazán bátor tett, nem? Ja, körbeállni részegen. Elképesztő. A 9:30 lesz pontosan 2 perc múlva. Várunk friss közlekedési híreket, nagy baleset van az M3-ason, írjátok meg, hogy mi a helyzet. Jó, ha arra felé jártok, a 150-es és 180-as kilométer környékén is van. Úgyhogy ha arra jártok, küldjetek nekünk egy kicsi segítséget, hogy tudjuk mondani a hallgatóknak, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9:30 múlt, pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Indul a hétfő, nincs túlságosan hideg, de nagyon csúsznak az utak, ha most indultok, vagy úton vagytok, vigyázzon mindenki. Sok a baleset, sok helyen ónos eső volt éjszaka, rengeteg koccanásos baleset van, ráfutásos baleset, úgyhogy mindenki óvatosan. Főleg Veszprém, Székesfehérvár környékéről kapunk nagyon sok SMS, Siófok környékéről csúsznak az utak, ónos eső esik most is, úgyhogy vigyázzatok. M7-es Fehérvárnál színjég már, vagy 5 balesetet láttam, a kamionok álló helyzetben forgatják a kerekeiket, Csaba küldte nekünk. És ugyanígy az M7-esen a 80-as kilométernél is több baleset van, úgyhogy menjetek ott is óvatosan. 3 autó koccant a Baross utca Kálvária tér sarkánál, közöttük egy rendőrautó, ezt Boti küldte nekünk. Köszönjük, valamint az M3-ason a 138 és a 140-es kilométerig Nyíregyháza fölé kb. 12-15 személyautó tört össze utána lévő baleset végeti terelés miatt. Tehát van egy baleset, terelnek, megint összetörik egy autó, megint egy baleset, megint terelés, vigyázzatok, jó? Mondom, nagyon sok baleset van, nagyon sok helyen csúsznak az utak. És még egy, ami most jött, azt mondja, hogy az M7-esen Pestfelé 192-es kilométer előtt autó keresztben, csak a belső sávba lehet elférni, minden tiszta törmelék, lassan lehet haladni, vigyázzatok, mert fel van fagyva az út, nagyon nehéz megállni. 832-es úton Nagy Gyimót és Pápa között mérnek a rendőrök, valamint az Egér úton kifelé a 7-es út előtt egy furgon kivitte a villanyoszlopot, egy sáv járható, és emiatt is dugó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. És nem csak a hét indul, hanem az X-akták is. És? Azt várjuk, az jó? De azt szereted? Hát azt a nő, a Szkáli, te érteted valaha azt a nőt? Mindig is értettem. Mindig is szerettem, rajta? Sőt, az évek elteltével egyre jobban szeretem Gillian Anderson. Ez mi, jó? Jó. Hát az olyan hideg nőt játszik. Majd én felmelek. Ja, de hogy... Tehát, hogy én David Dachovny, Gyukovny, Dachovny, nagyon szerette a Kaliforniában. Igen. Tehát a Kalifornia, ha valaki esetleg nem ismeri, tessék letölteni. Én Gillian Hannibalban. Régi sorozat, zseniális, az egyik legjobb sorozat vígjáték kategóriában, Kalifornia, abban de nagyon azért, jó. De azért neki kellett dolgozni azon elég sokat, hogy az emberek ne úgy gondoljanak rá, mint Mulder ügynökre, mert gyakorlatilag így épült be a köztudatba. De azt olvasom, ez most külföldön indul, akkor már Magyarországon egy időben a külföldi premiérre, tényleg? Gyakorlatilag úgy lesz, vagyunk. Hogy egy nappal később már szinkronos változatban meg is lehet nézni. Tehát, hogy már nincsenek ilyenek, hogy a heteket, hónapokat kell válni. Ez az a sorozat, ahol majdnem mindig kiderül, de a végén soha nem derül ki semmi, de mégis majdnem azt gondoljuk, hogy vannak, van. De nincsenek, és már ott ülsz, és most kiderül, de aztán nem derül ki se. Pontosan ugyanolyan, mint ami megszólásaink szoktak lenni. Igen, ami megszólásaink. Azt hiszed, hogy lesz belőle valami. Azt hiszed, hogy kiukadunk valahova. Aztán nem. Aztán rájössz, hogy ez a beszélgetés nem tart sehova, mint a Morning Show. Igen, hát egy picit ilyen. És egy régi sorozat vissza tud még jönni? Hát közben vissza. Az a generáció, aki nézte, az felnőtt. Tehát én gyerekként lehet, hogy féltem tőle, vagy fiatal koromban, vagy tetszett. Volt. Ugyanazt meg tudják majd idézni? Már akkor, amikor, tehát hogy én annak idején nagyon sokat néztem, az ismétléseket is meg így egyáltalán, nagyon-nagyon izgalmasnak tartottam, szerintem nagyon színvonalas sorozat volt. Most, amikor meghallottam megint a főcím zenét, ezt a fütyülős témát, hát beleborzongtam. Már megmondom egy picit, hogy rászkáliba az is, hogy igen, hogy Scully egy nagyon helyes, nagyon kedves, nagyon gusztusos milfért. Nem kedves. Scully sosem volt kedves. Scully mature, lassan mature. De egyébként nem akarom, hogy kedves legyen hozzá. Ja. Legyen kemény. Ja, cserdítsen a sejtőjön az ustonába. Legyen kemény, legyen hideg. Ő játszott most egy angol sorozatban, ahol egy nyomozó nőt játszik. Az egy jó sorozat, nem néztem végig, de tényleg jó. Hát meg a Hannibalban is. Meg a Hannibalban, így van. Szóval X-akták. És akkor most még remek tudjuk, hogy van-e UFO?
Hát... Nincs UFO? Ez téged nem is érdekelt. Úgy is tudod, hogy vannak UFO-kok. Én tudom, hogy vannak. Meg nem csak UFO-kok voltak benne, hanem... Hanem még mit csinálunk. Az UFO-kok a legjobb. Nem csak UFO-kok voltak benne, meg a repülőcsészehajzatok. UFO-kok. Jönnek az UFO-kok, Timikém csukbás aludt. Jönnek az UFO-kok. Volt benne szörnyes rész is. Az is volt benne. Milyen szörnyes? Szörnyes rész is volt benne. Milyen? Sok. Na most egyrészt jöttek nincs fantáziád, ezért nem tudom el... Kösz. Nem. Igen. Aha. És jöttek a szörnyek. Na hát most szörnyek. Már értek. Eleve a felvetés, nem tudok meg mit mondani. De rengeteg ilyen volt benne, tehát ők nem csak olyan aktákat boncolgattak, vagy nyitottak ki újra, amiknek mondjuk földön kívüliek voltak a főszereplői, hanem olyan létformák is, amik nem a világegyetemből származtak, vagy a világegyetem másik pontjáról származtak, pontosabban fogalmazzak, hanem földiek voltak, mert voltak benne mindenféle olyan szörnyek, mint a csupakabra. Amiknek a létezéséről sok-sok információnk, de nem elegendő információ volt. Hát így szabták, hogy vagy erősen. Jó volt, nagyon hangulatosak voltak ezek a kis sorozatok, ezek a kis epizódok. És mondom, ráadásul voltak összefüggők is, volt, amikor mondjuk egy-egy témát több részen keresztül boncolgattak, de egyébként voltak különállók is, és önmagában, tehát hogy az ember mondjuk nem látott korábbi részeket, akkor is tudja az egészet értelmezni. Nagyon-nagyon színvonalas. Milyen nehéz lett színészként, hogy már letenni menekülnél tőle 20 évet, várt, nem jön össze semmi, és azt mondnak, akkor elvállalok még egy évadot, nem? És mindig, és bármit csinálsz. Bármelyiket nyugodnak, azért ez a Kalifornia, ez összejött. Abban, hogy egy laza, hebrens, csajozó írót alakít, aki minden fiatalabb nőt elkap, közben szereti a feleségét, van egy családja, de közben egy egzisztenciális válságba keveredik, nem tudja, hogy most hogyan tovább. Szereti a feleségét, de csajozik is, nem tud megváltozni. Ez egy jó sorozat. Nagyon jó. Itt mindig ilyen egyarcú, mindig ilyen egyarcát adta. Az ilyet Dacsovni, aki... Igen, és a Scully mindig jobb volt egy kicsit. Aki mindig UFO-kkal találkozik. Hideg és jobb, de jobb volt mindig. Igen, nem, ő volt kettőjük közül, ő volt mindig a kétkedő. Ő hit kevésbé ezekre a dolgokban. A Dacsovni aztán... tudta, hogy vannak UFO-kok? Igen, UFO-kok, igen, és hajzatok. Csészehajzatok. És nem tudom, hogy láttatok-e például a promóját, ez zseniális volt, hogy jön egy bejövő hívás a Scullynak, és akkor kírja képernyőre a telefon, hogy nevet fel. Nem. Azt írja ki, hogy Mulder. Mulder. Jó. És azt mondja, hogy itt vagyok, felnéz, és ott van, már a bejárati ajtónak látszik az üvegen keresztül, hogy ő ott áll. Ki? A UFO-k? Nem, a UFO-k. Ott áll az UFO-kok? A csupakabra. Csupakabra. Megötted az a csupakabra. Csupakabra. Ilyen név, nincs ilyen név, hogy csupakabra. És vannak benne ilyen nagyon jó párbeszédek, hogy hol? Mögötted? Én nem öttem meg. Van vagy. Dehogy jöttem, nem ezek csupakabrát. Én nem vagyok inflamós. Én nem ezek UFO-kokat. És Scully mutat magából valamit? Tehát mondhatjuk azt, hogy kamaszkorunkban Scully azért így oda tette magát? Volt? Nem. Nincs? Nekem például egyáltalán. Van az Orion, vagy hol a kamaszkorunk legszebb mellé összeállítás. Igen. Nagyon várom, hogy benne legyek. Már nem nekik. De igen, talán tényleg az Orion. Benne, ez egy jó kis Scully összeállítás. Scully nincs benne? Nincs benne. Hát, nekem annak idején nem nagyon jött be. Nekem nem tetszett. Ő tipikusan az, aki így a korral érik. Aha. Egészen vonzóvá. És mostanra, meg vörösen nekem nem annyira jött be, most szőkén kifejezetten. Na, mutassuk meg akkor a nap legjobb pillanatait. Scully és az UFO-kok után. Csupakabra! Bigfoot! Szóval nem mondod, hogy a Bigfootról is csináltak részeket, nem? De, hogy nem. A Bigfootról is? Persze. Jézus is, a Loch Ness-i szörnyű, meg ilyenek? Nem. Na, ez nem volt. Tehát a Loch Ness-i szörnyű. És kettőt a Watergate botrány. Júj, de itt ki. Évvel és a Börzsönyi Yetiről. Illetve Hanyi Istókról is. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Felhívtuk Bíró Attilát, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitányát, mert hogy EB-t nyertünk. És ez egy nagyon nagy dolog, nagyon örültünk neki, gratuláltunk a csapatnak, Attilának, és megtudtuk, hogy miben segítette a csapatot Csernu Simi, a mi kedvenc pszichodokink, agyturkászunk, mert hogy állítólag ő is kellett ahhoz, hogy a fejekbe rendet tegyen. És hát sikeres volt ez a rendrakás, mert ugye a női vízilabda válogatott Európa bajnok lett. Ez egy nagy dolog, ünnepelheti őket az egész ország. Erről volt szó, valamint ugye én elmondtam a múlt héten, hogy bérsüttetek.
És találtam egy nagyon aranyos kis mammát, aki bérsütésben vállal almás pitesütést. És végre. Bizony. És végre behoztam. Behoztam nektek otthon a kis kezemmel, becsomagoltam, zörögtem és felébresztettem a családot, hogy nektek forró, meleg pitét hozzak, de soha többet nem teszem. Mert nem érdemlitek. De miért nem? Hát látod, hogy Gyulát például boldogát tette. Így van. Bejött és annyit mondott, hogy... Pite! Ja, hol van? És az ember szívpantotta minden. Igen, nem mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Ettél az almás pitéből, Csabi? Jó reggelt, nem mertem, mert nem tudtam, hogy ki csinálta, ki osztát, most hallom. Nénye, a bérsütő nénye. Nénye? Ma marad arra, kiszúrtam, hogy a nénye bérsüt nekem. Nagyon egyébként már nincs is, csak mondom, tehát üres az asztal. Igen? Már látod, megettük mindet. Rohadékok. Hello, Csabi, jó reggelt, Csabi. Jó reggelt, szevasztok. Milyen volt a hétvégéd? Jó volt, képzeljétek, hát foci, hát mi más. Focitornák voltak, a nagyobbik gyermekem a Grundkupát nyerte meg. Gratulálok. A kisebbiknek edzés helyett volt egy ilyen edzőmeccse a Rafccal. Ott ugyan nem nyertek, de nagyon-nagyon előremutató játékot. Na, ezt kimondta edzőben? Nem, én. Ja. Nem, tényleg jól játszottak, ügyesek voltak. Hát ilyenkor kipróbálnak, tudod, kapusokat, stb. És alakzatokat, olyanokat, amiket eddig nem, hát ott van, nem tudom, 20 gyerek, és akkor most gyere fel. Tehát olyanok is játszanak egymással, akik még eddig nem. Hát de hogy ne, persze. Most gyertyállás. Nősbéka, falangsz, libasor. Így, nagyjából. Akkor jó hétvége volt ez a lényeg. Jó, mozgalmas volt, igen. Jól van. Jövő héten, vagy ezen a hétvégén nagyon komoly tervünk lesz, elmegyünk Szlovákiába, egy nemzetközi foci tornára. Minden hétvégén focizni. Na most mondd meg. Hát, azt. És minden nap van edzés valakinek, tehát vagy a kicsinek, vagy a nagynak. És mindenki futball? Igen. Hát egyelőre működik. Hát meg kell tölteni a stadionokat, úgyhogy focizzanak. Nincs már a stadion. Épülnek a stadionok, kinek épül, hanem a sok fiatal tehetséges futballistának. Ja, de focistákkal nincsen baj, a közönség nem megy a stadionba, az a baj. Az is nagy. A pár év múlva híres abaházi testvéreknek. Nem én mondtam. Hívjuk a naphallgatóját. Egyébként szerintem jó fog állni a Rómának a Ferrari. És az apjának csak vesz egyet. Morning show. Az bizony, jó reggelt, milyen rutinosan, magabiztosan vetted föl. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Csaba vagyok. Csaba, hol hallgatsz minket? Eger. Keveset akarsz beszélni, hogy ne ismerjenek föl? Csaba, nem erőltetem, csak olyan kis szűkszavú vagy. Hát az SMS kapcsán esetleg. Az SMS kapcsán, ugye? Igen. Igen. Szexvideókról beszélgetünk, azt írtad nekem a feleségemmel, egy terrányi szexfotónk van, amelyikünk előbb hal meg, annak az urnájába kerül a szintén elhambasztott mobil Winchester. Nyilván. Ez így igaz. Nagyon jó. Ezt ti megbeszéltétek előre, Csaba, tényleg? Így van, ez le van zsírozva. Nagyon, nagyon szimpatikus. És ráadásul tömörített formában, ugye, nem? Nem, zippeljük azért. Egy terrányi, hát azért termeltek. Mióta vagytok együtt? 7 év. 7 éve? Akkor most már igen. Csak 1-2 megabájt kerül rá, nem? Hát, veszünk újat. Ja, értem. Jól van, Csaba, te vagy a naphallgatója. Köszi. Milyen Csaba, azt még nem kérdeztem. És hogy kellene, hogy a... Nem a baházi. Nem a baházi, értem, hogy miért beszélsz keveset. Hova küldjük az ajándékcsomagot? A rokonok nehogy fölismerjenek, mi, hogy ilyen kis serények ők vagy. Ők is rajta vannak a videón. Igen. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Köszi, csáó. Elköszönöm is, mert jönnek az SMS-ek. Csaba, hallhattalak ma a Morning Show-ban? Mint egy terányi szex videóval rendelkezünk, ilyen naphallgatóját. Elköszönni sem, mert hallottátok? Annyira meg volt, hogy hány zsebkendő lehetett a kagyló előtt. Csabikám, mondj valami tényleg jót. Mit hoztál nekünk azon kívül, amit mindig? Szélszes kollégáink azt mondták, hogy ha még egyszer te megmered kérdezni, hogy remek zenék, és én mondok egy valóban jó zenét, akkor ők kitérnek a hitükből, most valahogy változtassuk, és amikor megkérdezed, hogy remek zenék, akkor én vágjon a pofon. Nézd, hagyjuk meg a szélsznek, ami ez valójában ért a szélsz. Így van. Mi pedig foglalkozunk azzal, ami a műsor részét életi. Remek zenék, Csabi?
Ferikém, én megtettem, látod. Szóval Bogit hozom most nektek nem egy újdonsággal, de annak kapcsán, hogy ugye a Garami Gábor kollégánknak van egy sorozata a Facebook oldalunkon, a Klassz Utas, és most a Bogit ültette be maga mellé. Bogit. Nem, ez a, úgy is szokták mondani, hogy a Violos Bogi. Aha. Ja, a fonogram díjas. Tehát aki nem legutóbb volt a Eurovision, nem az a Bogi, hanem a másik. De vajon a dalos nyers boglárga. Bogi-e? Ő mit szólhatott ez, hogy most Bogi ült a kocsiba? Még Gácsabb a Bugi. Szerintem abszolút nem. Ő mit szólt? Mit szólt? Nincsenek erre megsértődve, és keresik már a Garaminak az elérhetőségét, hogy ők is beülnének mellé. Aha. Hiszen ez egy nagyon-nagyon menő kis rovat. Néztétek már, hallgottátok már? Én egyszer nem láttam, de tudom, hogy nagyon megy a Facebookon, nagyon szépen. De nagyon. Ákos is volt már, Rúzsa Magdi, tehát tényleg. Nagyon jó. Igen? Jó embereket ültet be maga mellé. Rájöttem, hogy azért jó ez a művésztév, mert a félreértések mindig megtöltik a termet. Mert mi elmész, igen. Mert hát ha az, akit szeretsz. Hát már megbenéztem. Na mindig most nem maradok. Akkor megyünk a következő. Én is azért elok Ákos koncertre, hogy hát egyszer Inti ott fog kongázni, de nem. Istennek se akar jönni. Pedig várom. Ez a hűség, nyomja Ákoson, jó, de hol az Inti? Figyelj, és a Garami ül a kocsiba, ő vezet? Ő vezet, igen. Igen? És dumcsiznak. Nem uberezik, nincs itt aztán más. Ugye? Ja, nehogy aztán kiderüljön, hogy a Garami is uberezik. Hogy a végén ad-e számlát, mert ugye megkérdezi, hogy hova lehet a kedves utast elvinni. Nem tudom, én taxis lennék, biztos tiltakoznék a Garami ellen is. Hát, én megértem. Jó van, Csabi, akkor meghallgatjuk ezt a dalt, jó? Oké. 555-55-00, ha szeretnétek dalt kérni, akkor Csabitól ezen a számon megtehetitek, vagy pedig SMS-ben, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Szevasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.